Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Egy érdekes hirdetésre bukkantunk, ezt tulajdonképpen formabontó apró hirdetésnek is lehet mondani. Most igaz vagy nem, nem tudjuk, nem jártunk utána, de témaindítónak egyébként kiváló, mert az egyik apró hirdetési oldalon arról szól egy hirdetés, hogy egy anyuka lakó és élettársat keres fiának cserébe az ingyen lakhatásért. A hirdetés szövege egyébként nagyon helyes, valódinak tűnik, mert azt mondja, hogy fiamnak keresek szerelmes lány lakótársat, már minden megpróbált, és én támogatom eme ötletét. Így szól a hirdetés. Megbízható, egyedülálló nőt keresek fiamnak, aki együtt élne vele szeretetben. A lakásban én is ott lakom, de nagyszerű anyósod lennék, ismerd meg a fiamat, aki 29 éves és vidám, személyiségkorához képest 10 évvel fiatalabbnak látszik, és lélekben még gyermek. Áll a hirdetésben, aztán így folytatja. Látom, milyen magányos, és már neki egy komoly kapcsolat kéne. A lakhatás ingyen lenne és díjmentesen szállhatná meg nálunk, persze hosszabb távon gondolkozom fiamnak, és ő is. Ízletesen főzök, és neked is jut az ételből. Ezen kívül egy családias lányt akarok a fiamnak, aki hűségesen szereti őt. Erről szól a hirdetés, és ez... Hát ez egy apró hirdetéses oldalon van fönt, ahol anyuka kicsit túlvezére. Lakó és élettárs. És még út is marad is alapon, még a koszt is jár a kvárté mellé. Azért érdekes, ugye, mert bele is ír, hogy ő is ott lakik. Igen. Tehát, hogy a fiú valószínűleg egy kicsit ilyen tutyi-mutyi, nem nagyon indult el még az élet. Lélekben még gyermek. Van, és akkor mama azt gondolta, fia, majd én megoldom neked. Megoldom az életed. Majd a mama megoldja. Majd a mama megoldja, igen. De biztos sokan voltak már abban a helyzetben, vagy akár van annak is abban a helyzetben, hogy mondjuk szinglik, ugye? Hát manapság ez egyébként divat is talán szinglinek lenni, vagy már nem annyira kellemetlen, mint régen, a szingli az egy életforma. Tehát arra ma már azért brendeket húznak föl, a szingliket találják meg különböző hirdetésekben, reklámokban, és óriási piac, mert hogy nagyon sok szingli van. De minden családban, minden baráti társaságban van valaki, akit hát... Zavar az, hogy te szingli vagy? Zavar az, hogy te szingli vagy, és ugye minden megtesz, hogy téged összehozzon valakivel. Mert ő tudja, hogy neked mi kell, hogy neked mi a jó. Ha családtagról van szó, ez általában a mama. Mert a mama tudja, hogy az ő kicsi fiacskájának milyen nő kell. Egy házias, egy tiszta, egy rendes, jó állással. Igen, de a mamák általában mindig ilyet akarnak. Tehát a mama ugye elképzel valakit, aztán a menny vagy olyan lesz, vagy nem olyan lesz. De vannak a barátok, barátnők, akik nem értik meg, hogy neked jó egyébként egyedül, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy téged összehozzanak valakivel. Ugye, minden baráti társaságban van egy ilyen, az állandó kerítő, a nagybetűs kerítő, aki nem tud abba belenyugodni, hogy a barátnője szingli, és folyamatosan rondább pasikkal akarja összehozni. Vagy Pali szingli, és vannak barátok, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy jöjjön már össze a Géza Igen. valakivel, és hozzák az áldozatokat. Minden társaságban van egy kerítő. És a legjobb az, aki nem is szól erről, hogy téged most keríteni fog, hanem csak egyszer csak azon veszed észre a magad, hogy egy vadidegen nő mellett üldögész, meg ez. Meglepi! Tudod. Figyelj, de azt gondoltam, hogy első ránézés, hát olyan jó jönnék. Fú, voltatok ilyen vacsorán, vagy voltatok ilyen találkozón, amikor arról szólt a dolog, hogy egyedül voltatok, és valamelyik túlvezérelt ember a társaságból megpróbált benneteket összehozni valakivel? Voltatok ilyenen? Nekem volt ilyen, egy nagyon picit más jellegű volt a dolog, mert hogy ott arra futott ki az egész történet, hogy ők összejöjjenek egymással. Neki az kellett, hogy valószínűleg az lehetett, hogy a lány kötött ezzel betakaróz, hogy ő meg elhozná a barátnőjét. Úgyhogy neki kellett valakit a barátnőnek szerezni, hogy ők is tudjanak egymással beszélgetni. Tehát az egész történetben te, illetve én csak egy ilyen nem is tudom mi, egy ilyen kis utánfutó vagy oldalkocsi voltam, egy csomag voltam a brandem belül. Hogy elvittek téged, hogy leközd a barátnőt. Így van, és ott ültünk egymással szemben. Egy jó csaj, egy ronda, te megkaptad a rondát, hogy beszélgess, míg a haverod fölszedi a jót. Egy jó pasi, egy jó csaj, ezek voltak ők. Egy ronda pasi, egy ronda csaj, ezek voltunk mi. De ott ez abban benne volt a pakliban, hogy ti összejöttek? Rohadtul nem. Hát már első ránézésre, tehát amikor egymásra néztünk, akkor tudtuk, aha, nem.
Tehát ő is úgy gondolta, és te is úgy gondoltad. Én azt gondolom, hogy ő is úgy gondolta, hogy nem én vagyok az esete. És mi volt? Két ember nagyon felszabadultan iszogatott mellettetek, nagyokat nevettek, és egymást sibogatták az asztal alatt, míg két kicsébe feszült, egymást nagyon rondának tituláló ember méregette egymást az asztal másik oldalán? Nem, én nem tartottam őt nagyon rondának. Átlagos külsejű hölgynek tartottam. És hát akkor ment természetesen ez a hol tanulsz, mit csinálsz, igen, az petrezselyemes krumpli ott előtte, de ha, én rántott szeletet kértem, de hasábbal, aha, de jó, szép ez a hely, nem. És mindenki nézegett az óráját. És nagyon hosszú ők viszont csendek, rohadt jól el volt. A másik oldalon összejöttek legalább? Hát természetesen ők összejöttek egymással, legalábbis egy éjszaka erejéig. Persze. Hát érted, nekem egy kínos estével volt, bejön neki meg egy kellemes estével. De akkor ti nem is azért mentetek, hogy összejöjjetek? Nem, volt ott azért egy kicsit ilyen, persze, tehát engem azzal is próbált meg behúzni ebbe a dologba, hogy van egy csinos barátnője, én is szingli, ő is szingli, és hogy mi lenne, ha, és ezért, és természetesen itt nem arról van szó, hogy mi jobban érezzük magunkat, nem arról van szó, hogy a csaj eljöjjön azért, mert a barátnő itt is elhozhatja. Hát mit tak utánfutónak? Persze így. De miért nem vállalta be haverot, hogy figyelj, azért gyere, hogy lekösd a rondát. Hát miért nem vállalta? Miért a kamuduma, hogy gyere vele össze, figyelj, az van, van egy tök jó csaj, még olyan baromi ronda barátnő, levakaratatlan, gyere már, kösd már le a rondát, én addig elviszem a jót. Hát ez sokkal egyértelmű, mint hogy gyere el, igen, puffernek. Lehet, hogy félt az őszinte válaszomtól, hogy elmész, te jó. Hát egy igaz barát azért azt megteszi. Igen, ezek nem kellemes élethelyzet, amikor ugye a pár, aki benneteket össze akar hozni, az élete nagy tervét szövögeti. Elmentek egy ilyen vacsorára, és körülbelül 6 perc után kiderül, hogy esélyetek nincs arra, mert teljesen mások vagytok. És onnantól kezdve nem történik más, mint hogy ami te is mondod, hogy ti kínosan beszélgettek, a másik pár pedig minden egyes félmosolynál, gesztusnál azt gondolja, hogy na most fognak összejönni, néznek titeket, tanulmányoznak, összesúgnak a hátatok mögött, ti pedig ugye baromira szenvedtek attól a helyzettől, hogy két ember vagy egy ember összehozott benneteket, és nagyon meg kellene, hogy tetszetek egymásra, de nincs meg a dolog. Nálunk ez a pillanat, hogy na most fognak összejönni, na ez nem volt erre. Ezt a pillanatot ők nem élték meg. Viszont amikor összeverekedtetek, azt nagyon szerették. De ráadásul elvárás is, érted? Tehát nem, hogy még hagynád magad sodortatni az árral, hogy ha lesz belőle valami, akkor oké, hanem mindenki azt nézi, na... Uh-huh. Most már nézd meg, most már másképp nézd meg. Igen, Istenem, nézd, elkérte a sót. Igen, mondjuk itt... Igen, mert sótlan a kaja. Persze, ugye. Itt a mama egyébként valószínű, hogy pánikban van, nem? Tehát ha a hirdetés igaz, és létező gyerekről, meg létező anyukáról van szó, akkor 29 éves, és még nem hozott haza csaj, tehát a mama itt valószínűleg végső elkeseredésében adta föl ezt a hirdetést. Hát ott van egy árulkodó mondat, hogyha elolvassuk, hogy lélekben még gyermek. Igen, de például a mama nem azt mondja, hogy vigye el valaki tőlem a gyerekemet. Nem jöjjön látod, ide. Hanem ő azt akarja, hogy költözzön oda a kislány. Még azért érdekes, mert a hirdetésben egy szoba van. Tehát azért az egy érdekes felállás, hogy mama szuszog ugye a díványon, kicsit néha felhorkant, te pedig ugye az új kedveseddel valamilyen kis kinyitható kempingágyon a szoba másik felében, nagyon összebújva éppen próbáljátok hát elveszíteni az elveszteni valót, miközben mama hát óvó tekintete mellett azért ezt a dolgot néha nehéz. Jó, de tapintatosan a fal felé fordulva. Egyébként mama, legyen szíves, legalább forduljon el. Van telefonszám ez a hirdetéshez? Na, hát próbáljuk meg felhívni. Csak kíváncsiságból, hogy hát a mama nyilatkozik nekünk, hogy ki ez a fiú és miért szeretné összehozni. Közben drága hallgatók, mondjuk, hogy gondolkozzatok olyan eseteken, amikor mondjuk ti is egyedül voltatok, ha volt ilyen, és valaki a társaságból, a baráti körből megpróbált benneteket egy nagyon kínos, nagyon rossz hangulatú vacsorán, randevún összehozni egy olyan emberrel, pasival vagy nővel, akivel nyilván esélyetek nem lett volna, hogy összejöjjetek, csak hát a barát vagy a barátnő ezt meg akarta vagy tenni. Anya. És úgy érezte, hogy ti egymásnak lettetek teremtve. Hány ilyen túlvezérelt barátnő van, nem? Hát meg a szülő is, tényleg, amit egy Anni mondta, hogy ott ráadásul az van, hogy a anyuka azt szokta mondani, hogy olyan rendes az. Már az? Jó állás is. Nézd meg, milyen csinos. Nem az. De hát majd megszokod. Postán van biztos állása. Nyugdíjas állás. Na, de jó lenne felvenni. Aha, nem. Elérhető. Na, én kíváncsi lettem, hogy mama mit mond. Mama mit mond a 29 éves fiúról. Téged vittek már el ilyen erőltetett randira? Garami Gábornak van egy öccse. Oh, Garami Balázs. Így van, Balázs. És neki van egy nagyon kedves felesége, akik
engem úgy érezték, hogy belekevezessenek a tutiba, de többször is. Tehát, hogy neki küldetésük volt, amikor én szabad voltam sok évvel ezelőtt, hogy, hogy már pedig akkor most... Ne legyen egyedül, mert olyan kedves aranyos gyerek ez. Gyere, gyere Maris, menjünk, elmondta a Balázs, és vigyük magunkkal a Ferencet. Így kerültem ki Budapest valami zöldövezeti területére, ahonnan menekülnöm kellett éjszaka, mert a házi asszony az úgy érezte, hogy akkor viszont tényleg, ha már mi oda mentünk, akkor legyen valami, de én meg nem voltam még fölkészülve arra a csapásra, és gyakorlatilag gyalog jöttem haza valami 30 km a hegyen keresztül, ilyen nem tudom hova. Nem volt jó a jányka? Nem, de jó, nem volt rossz, de annyira én nem voltam bele szerelmes, hogy... Te mondták, hogy Feri, itt van egy csaj, menj el! Kimegyünk házi buliba, kimegyünk házi buliba, és akkor ott majd jól érezzük magunkat négyesben, ez ugyanaz, mint a Janinál, jó, de ők ugye ketten voltak, tehát ez a házi buli, ez tényleg azért jött össze, hogy mi ketten összejöjjünk ezzel a lányjal, de valahogy nem éreztem a hogy hívják, és akkor mondtam, hogy Balázs, nem érted, már ezért ciki a dolog, jaj, majd meglátod, jó lesz, azt mondom, nem lesz jó, én nem akarom, hogy ez jó legyen, és akkor kisurrantam az ajtón, és elindultam gyalog, mert azt se tudtam, tehát nem tudtam taxit rendelni. A lány pedig ott állt egy kis lepedőben már. Gyere vissza! Bemosakodva. És mondtam, hogy ne, soha lesz a kis helyem állóinget, ezt neked vettem föl. Mondta a Garami, hogy nagyon szereted, és lehet, azóta ott vár állószobában, és nem érti. Ott áll, igen, ez egy 10 éve történt. De jó volt. Kis házi buli lehetett, tudod, amikor még négyen vagyok, az erős buli lehetett. És a többiek? Ennyien leszünk. Igen, vártad, hogy akkor parti tudsz válogatni, több nő, de nem csak egy volt. De miért mondta el? Tehát miért kell elmondani? Miért nem csinálta, hogy egy szervezet egy házi bulit, kicsit odasodródtál volna a nő mellé? Érted? Tehát már attól várik erőltetetté a dolog, hogy, tudod, hogy elvisznek téged egy olyan helyre, ahol majd neked meg kell ismerkedni valakivel. Hát miért nem volt ez egy ilyen kis négyes házi buli, kicsit tánc, kicsit félhomály, és akkor valami lesz a dologban. Ez a gyere Feri, elviszünk téged csajozni, hát már befeszülettől az ember, nem? Igen, mert rögtön azt mondod, hogy miért nem tehát, hogy nem gondolod azt, hogy én ezt egyedül meg tudom oldani, ugye? Zsányka, nem csúny. Ez van, nem volt rossz, csak nem. Nem volt jó. Az esetem, igen. Uh-huh. És nem volt annyi redőny a házam, hogy annyi fél homályt tudjon csinálni, hogy... De egy ilyen fél ott alvó se, nagyon túl sok. Túl nagy nem szépült. Volt szép. Túl nagy felületen volt szép. Nem szépült alkoholra se? Nem, semmi. Semmi. Akár ittam, te ittam, én nagyon ittam, de nem. Nem lehetett szépre inni? Nem. Nem sikerült. Összetört szemüveggel? Nekem ez régen ment. Régen ment. Meg tudtad csinálni? Nekem volt időszakom, amikor nagyon sok mindent szépre tudtam inni. Itt a mennyi, ránéz, megy. Na még egyet. Na még egy alakul, de még tudod, egy ide kell. Két vodkát hűtsében, kettő, úgy jó lesz. Egy dupla után, nézd már, nem is annyira rossz az, de hát lehet aztán valamit csinálni. Egy gyerekkori barátom volt ilyen. Szépre ittam? Hát, de ő bárkit. Tehát, hogy nálam azért akkor volt egy határ. Nála nem. Igen? Tehát, hogy az a típus volt, hogy volt egy bizonyos folyadékmennyiség, amit ha elfogyasztott, utána már igazából mindegy volt neki, hogy ki, és hogy mennyien vannak a szobában, és hogy nappal van, vagy éjjel. Tök mindegy. Van az a mennyiség. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Jó, erőszakos kerítőket keresünk, illetve pontosabban áldozatokat. Milyen szituációban, mikor próbáltak benneteket összehozni egy nővel, egy pasival, aki tényleg nem tetszett, szenvedés volt a randi, próbáltatok menekülni, de a társaságból a nagy kerítő nem akart benneteket elengedni, és mindent megtett azért, hogy valakivel összehozzon. Tényleg minden társaságban van legalább egy ilyen nagy kombinátor, aki folyamatosan azon dolgozik, hogy ne legyenek szinglik a csapatban. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Azt mondja, hogy ugye érdekes témáról beszélgettünk, mert hogy találtunk egy apró hirdetést, ott egy anyuka akarja összehozni a gyermekét, 29 éves a gyermek, hát lehetnek bajok azért, szegénykém, ha nem talált magának még senkit. Anyuka azon gondolkozik, hogy ugye hát összehozza gyermekét egy lányjal, ezért feladott egy apró hirdetést. És arról beszélgettünk még a hírek előtt, hogy minden társaságban, ha az ember szingli, van valaki, aki annyira a lelkén viseli az ő sorsát, hogy megpróbálja valakivel összehozni, és ebből ugye a legtöbb esetben kínos randevúk születnek, amikor is nem tetszik az illető, a társaság erőlteti, nincs is kedved ott lenni, de mindenki szentül megvan arról győződve, hogy na ő kell neked. A mi jó most... Isten is egymásnak teremtett benneteket. Uh-huh. Mi most összehozunk benneteket, és aztán ebből mindig nagyon nagy szenvedés. Mindig nagyon nagy szenvedés van. Az esetek nagy többségében kellemetlen a szitu, szenvedsz, vakarózol, szembe ő veled egy olyan valaki, aki nem tetszik. Ha nő vagy, egy ronda pali, ha pali vagy, akkor egy olyan nő, aki nem jön be, és közben súgdolóznak melletted, hogy na mindjárt összejönnek, mindjárt összejönnek. Itt van velünk Gábor, hello Gábor, jó reggelt! Szervusztok, szia Bali! Hello, ciao, hello! Honnan hívtál minket, Gábor? Budapest. Budapestről? Na, veled mi történt, mesélj? Gimiben, én negyedikes voltam,
tudod, a gimnáziumokban azért mindig vannak a menőbb srácok, közepesen menők és a kevésbé. Hát én mondjuk így menőbb közé tartottam, tehát megszokott dolog volt az, hogy, hogy akad egy-két olyan kislány, aki, aki szívesen találkozna velem is, természetesen másokkal is, akik a kategóriában tartottak. Nagyon menő voltál, bírtak a csajok. Aha. Gondolom te is, Balázskám, nem? Hát nézd, nem, Gabikám, nem, ebben a formában nem, sose tartoztam hát a menők közé, sose tudtam csajozni, Gabikám, és sose. Na, sose ment igazán jól, legalábbis a gimiben még nem, Gabikám, ott még nem ment jól. Igen? Értetlen. Nos, a negyedikes voltam, és egy viszonylag helyes kislány keresett, hogy, hogy ne ismerkedni velem. Kiderült aztán, hogy végül is nem is ő, hanem egy barátnője, aki... Amikor megjelent, akkor, akkor hát azt mondta, hogy inkább talán ezt mégsem, természetesen kedvesen tiszteletbe tartva az érzéseit. Egy duci, szeplős, vöröshajú kislány volt. Aztán eltelt egy-két év, és megláttam őt televízióban. Na. Ismert személyiségével, sőt, talán az egyik legismertebb személyiség a bulvárlapok címoldalán. Tudhatjuk, hogy ki ő? Hát nézd, én nem mondanám el. Miért? Szerintem... Hojit Rütko? Most még ott van a tény. Kárász Robi. Kárász Robi. Nem, egy nagyon ismert celeb kisasszony, illetve asszony. És ti összejöttetek? Tehát nem értem, hogy mi a történet vége? Bemutatták neked őt, akkor te azt mondtad, hogy nem? Természetesen azt mondtam, hogy nem, de ettől még telefonszámcsere, kapcsolattartás, beszélgetés, nem egy ilyen durva lerázás volt, hanem úgy, kultúráltan megpróbáltam úgy a barátság felé terelni. De azért, mert hogy kövér volt, vagy azért, mert szeplős, tehát neked nem tetszett? Mert őszintén szóval nem tetszett. Aha. És akkor ennyit szóltam, tehát nagyon nem tetszett. És aztán néhány év múlva összefutottunk véletlenül, akkor azért egy éjszakára beteljesedett a dolog, de az egésznek a lényege az, de mi, hogy... Akkor már nem volt szeplős, vagy akkor már nem volt duci? Félúton volt. Aha, tehát tűntek el a szeplői. Aha. Tűntek el a szeplői. Szeplőből már kevesebb volt. folytak a szeplők. Most mondjunk neveket, akkor elmondod, hogy igen? Tehát ha én mondok neked neveket, akkor te elmondod, hogy igen, Balázs, ő az. Uh-huh. Hát én szerintem az elsőre el fogod találni. És hogy tudod bizonyítani, ez valójában megtörtént, hogy ez a nehéz? Hát pont ezért nem szeretném, hisz nem volt nálam a mobiltelefon 1989-ben vagy 90-ben. Tehát akkor történt a dolog. Igen. És hol találkoztatok később? Kérlek szépen az Újlaki Diszkó nevű zenésztáncot szórakozó helyen. Na most hiszem el azt a ritmát. Innentől na, ez ugye elég konkrét. Az Újlaki Diszkó. Tehát szeplős, kicsit duci, vörös hajú? Igen. Vörös hajú. Vöröses. És ő TV2-s? Igen. TV2-s. Igen. Hát akkor megvan. Megvan. A Klaudia volt? Hát természetesen igen. Jó, akkor miért nem voltam? Én nem voltam ott, tehát 89-ben, hát 12 éves voltam, azt se tudtam, merre van előre. Gabikám, hát nekem ez nem annyira természetes. Tehát te azt mondod, azt állítod, hogy később összejöttél a Klaudiával. Hány éves voltál akkor? 20. És Klau? Hát azt hiszem, hogy ő 2 évvel fiatalabb nálam. És kinéztétek egymást az Újlaki Diszkóban? Hmm. Vagy lassúztatok egyet? Hát nézd, ennyire azért az intim részletekben nem szeretnék belemenni. Én lementem csajozni, mint minden normális egészséges. Hát ezen nincs baj. 9-20 éves srác vadászni a csajok között. És hát akkor futottunk össze, és mivel ugye ismertük egymást még a gimnáziumból. És te mondtad neki, hogy emlékszem, te vagy az a duci szeplős lány, akit én visszautasítottam? Hát, persze, vagy persze, azzal kezdtem. Uh-huh. Azzal kezdtem, de hogy így, hát mondom, hogy teljesen normálisan, tehát szó nem volt ilyen lepattintásról. Aha. És ott végig beszélgettük az éjszakát, és lett az estét, és utána feljött hozzám. És remek kaszinótojátot reggel. Mondjuk az egész éjszakából az maradt meg a leginkább. Ahogy te dicsérsz, nem dicsér úgy. De nem lehet, hogy csak egy brutális vágyálom, amit már annyira valóságnak élsz meg, hogy ezt így történetbe öntöd tulajdonképpen? Nézd Balázs, neked akkor viszont a... Én csak kérdezem. Nem.
Nem. Jó. Nem, hát... Elrendszem. De csak kérdeztem. Hogy mondjam, hogyha vágyálokat fogalmaznék meg, akkor mondjuk a Sharon Stone-t mondanám, vagy mit tudom én ez megtört. És amikor megtörtént az eset, akkor a Klau már híres volt, tévés volt? Nem. Akkor még nem. Nem, akkor csak egy lány volt a Meg diszkóból. Hát utána volt a megdöbbenés, amikor külön show-val jelentkezett, ugye azt hiszem a TV2-n, és akkor néztem, hogy hoppá. Felértékelődnek a dolgok. Na jól van. Oké, és azóta is nagy csajozógép vagy? Nem. Tisztességes családapa vagyok, szó nincs ilyesmi, komolyan mondom. Ezt se hiszed el. Hogy nem, hát miért? Hát a Klaunak is lehetett előélet, tehát 18-20 évesen, hát egy csajozott, pasizolt, hát ez hogy nem? Tehát annyira ijedettem, és azt mondod, hogy Angelina Jolie-val jöttél össze, nem tudom, egy új fehér toy diszkóban, azt egy kicsit talán nehezebben hinném el. Jól van, oké, köszi, hogy elmondtad nekünk, Gabi. Vigyázz magadra. Ti is, sziasztok. Ciao, szia. Hello. Annyira irigykedek. Hát Balázskám. Gabikám, Balázskám. Felike. Na, nézzük még gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy a Nagyim nagykerítő jelszava, hogy csak az ördögnél legyen egy fokkal szebb. Ebben a szellemben rámállított a helyi boltos hentes lányt, aki szélesebb, mint magasabb, viszont mama szerint szép húst ad neki. Az. Praktikus szempontok. Így gondolkodnak a mamák. Hát, Válogatos vagyok, így a nagy összeforrás elmarad. Dávid. Mindig pult alól szolgál ki. Sogornő csak akart egy házi bulival összehozni egy lányjal, bemutatkoztam, majd a lány egy megvető férészek mosolya mondta, vécére kell mennem. Azon az estén, és azóta se láttam a lányt, ezt Tamás küldte nekünk. Nekem volt egy nagyon jó fej barátom, annyira próbált segíteni, hogy a kiszemelt lányzót addig puhította, míg helyettem szedte fel. Érdekes volt, már több hete udvaroltam, majd egy buliban mondta, hogy bízzam rá a csajt, majd ő elintézi. Elintézte. Ez jó, ez nagyon jó. Dávid küldte nekünk. A barátnőim nem szeretik a páromat, akivel 7 éve vagyok együtt, és ők 7 éve nem adják fel, hogy szerintük normális fiút keressenek nekem. A büfében, ahol dolgozom, folyamatos randikat szerveznek, ez baromi kellemetlen. Írja egy hallgatók. Engem folyton anyukám barátnője akart összeboronálni valamelyik fiával. Mondtam, hogy jó fejek meg minden, de ez nem így megy. Melyikük tetszik, jött mindig a kérdés. Baromira untam. Robi vagy Tomi? Enikő írta nekünk. A barátnőm a srác jelenlétében kérdezte meg tőlem, hogy bejön-e nekem. Nem jött be, próbáltam valamit hebegni, habogni, baromi kellemetlen volt. Azt mondja, hogy nemrég egy barátom szervezett nekem egy ilyen randit. Hármasban beszélgettünk arról, hogy a szép csini lányokkal csak megjelenni lehet, de társnak nem valók. Mikor a végén felállt, ennyit mondott, köszi, de nem maradok. De maradok inkább a dekoratív lányoknál. Moncsi. Micsoda? Ezt nem értem. Miről szóltad? Disfejértétek, gondolom. Az, hogy szép lányokkal csak megjelenni lehet, de társnak nem való. Mikor a végén felállt, ennyit mondott, köszi, de maradok inkább a dekoratív lányoknál, Moncsi. Tehát ezt a lány mondta a srácnak, hogy szép lányokkal, akkor Moncsi, te nem vagy szép, vagy... Nem tudom. Nem értem. És utána a csávó mégis azt mondta, hogy marad a dekoratívoknál. Kérdezem meg a Klaut valamikor, ha mész be a TV2-be, csak emlékszik-e. Melyik diszkó? Csak ennyit? Mi? Melyik diszkó? Milyen diszkó milyen volt? Új Laki. Új Laki diszkó. Az Új Laki diszkóban. 90 Gábor. Jó, csak úgy kíváncsiságban. Új Laki diszkó 90 Gábor. Gábor. Ja. Jó, csak ha találkoztak, akkor kérdezz már. Mond neked valamit, az Új Laki diszkó, Gábor. 1990. És így berántana. Ja, sajnálom, senkinek nem beszél róla. Aztán kérdés, hogy mennyire volt igaz ez a sztori, igen. Robika, ide mennyire válogatos hapsi, Robika küldte nekünk, igen. Blasszus, Klau azt mondta, én voltam az egyetlen. Na most tessék. És ki csinálta a kaszinó tojást? Azt én nem értettem. Ez az, hogy na, most éjszaka fölviszel egy nőt, aki kaszinó tojást csinál neked ilyen. De a Klau csinált kaszinó tojást neki, vagy ő csinált kaszinó tojást reggel a Klaunak? Vagy csak volt kaszinó tojás otthon, nem tudom. Vagy csak a Klaunál volt kaszinó tojás. Most ha fölviszek egy nőt, azért ő nem fog kaszinó. Tehát, vagy ha már kaszinó tojással töltjük az időt, akkor ott nagy baj van, nem? Hát de reggel csinál neked egy kaszinó tojást, azzal nincs baj. Hát miért? Volt egy kaszinó tojás. Emlékszem, hogy pont ebben az időszakban jöttem össze még a csúnya Bódi Szilvivel a Tápiosz elejé faház presszóban, azt hiszem meghívtam egy csoki puncsra. Igen. Lehet, sosem tudjuk meg, hogy igaz volt, vagy nem.
Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hát, ha valaki nem hallotta a híreket, nem tudom, hogy pontosan hol történt, de szenzációs a dolog. Valahol Magyarországon egy pici kis hát, körkapcsolás, hogy milyen mentális állapotban van az ország. Legalábbis az ország egy része. Ha nem hallottad, igen, egyébként nem hallottad, mert kint voltál, kiderült, hogy nem is annyira messze egyébként tőlünk, Rákospalotán, a menzán nem szatyorból, nem ételhordóval, nem tányérba becsomagolva lopták az ételt, hanem talicskával. Azt a micsoda leleményesség. Hát most mit talicskáholja ételhordóval? Akartak repetázni. Kértek. Eleve, aki gyerektől veszi el, az tényleg rohadjon meg. Tényleg egy szemét. Tehát én azt nem, a lopás semmilyen körülmények között nem fogadjuk el, de bemész egy boltba, lopsz, szörnyű dolog, elítéledő. De amikor a gyerek elől veszed el, és mindegy, hogy kinek a gyereke, és milyen gyerek, és otthon kap enni, nem kap ennyi, mennyit eszik, gyerektől elvenni rohadékság. Talicskázták ki a menzáról. Az igen. Az megvan? Elnézést, bácsi, kapadék abból a talicska grízes tésztám. Takarodj innen! Visszatolok ezzel be! Úgy derült ki a dolog, hogy a gyerekek már szóltak otthon, hogy náluk sosincs húsz. Bocsánat, hogy nevetek, én őket retteltesen sem nevetek. Inkább mióta gyerekem van, én gyerekes hírt hallok, sokkal jobban elszorul a szívem. Tényleg bármi, de csak arról, hogy egy gyereket 5 percre a buszmegállóba felejtettek. Én 4 napig azon lelkizem, hogy vajon a gyerek mit élt át. Na most egy racionális gondolkodás. Na de azért beszéljünk erről egy mondatot. Hát, igen. Hát most gondolj, mert oké, jó, valaki ételhordóban lopja a kaját, nem olyan feltűnő, kimegy a kaput, de amikor kitolnak, hogy hívják ott egy talicskarántott szeletet. Na de várj, hogy? Tehát, hogy fogta a borsólevest, beleöntötte a talicskába és ott kimerte, vagy legalább volt annyira intelligens, hogy belemerte egy lábosba, a lábosokat rakta a talicskába, és azt mondta, Géza, nyitom a hátsó bejáratot. Elindult kifelé. Már megint ez a nehéz föld! Elindult, tehát mennyire életszerű, hogy azt látod, hogy a konyha hátsó bejáratára egy talicskával, vagy egy rámpán. Né, már mennyi barátfület, ne, shit! Nem barátfület, csak messziről néz ki, shit! És a szülők ugye kifogásolták szegények, hogy sótlan, íztelen az étel. Hát ezt ugye most az egész ország érzi, hogy az új törvényeknek megfelelően rengeteg kaja kerül a moslékba, mert konkrétan ehetetlen az étel, de nem baj, legalább nem sózzuk hülyére, ugye? Annak kéne azt tenni, aki kitalálta. Annak kéne rá elvenni a sószórót az asztaláról, aki kitalálta, hogy mennyi só legyen az ételben. Konkrétan nálunk is, Beni, mindenkit nem esznek a gyerekek, mert ehetetlen. Ez egy dolog. De hogy nem volt repet, amit a Feri is mond, pedig járt volna, és a gyerekek tényleg otthon panaszkodtak, hogy nagyon éhes vagyok, mert hogy rossz a kaja, az egy dolog, de már repet a sincs. Hát meg a Józsi, azt tudom, hogy életben! Miért vagy te olyan sovály? Hát fizetem kell a menzára, vagy elviszi a talicskás bácsi, ereszelted, és miért talicskás bácsi, adjál már! És ennek volt egy törzsfejlődése. Tehát kivitték szerintem, ugye, mert visszanézték a térfigyelő kamerákat, és rájöttek, hogy talicskáznak, de először zsákokban vitték. Vérszemet kaptak, ugye? Uh-huh. Csak többet elvisz talicskával, Laci. Rekeszekben visszük, ez a következő. Egy ember egy zsák, nem talicska, három zsák, melyikkel vigyük inkább talicskával. Józsi, ezek nem vettek észre semmit. Hallod, hozd a talicskát, hallod, menj már be a blikkóba, vegyél majd talicskát, ője vagy, kivisszük talicskával. Fogta a talicskát, betolta a menzára, belerakta és kitalicskát. Az eszem megáll, hogy hol tartunk, de tényleg? Milyen világ ez, érted? Itt Rákospalotán talicskázzák ki a kaját. Hát a pofám lesz. De tényleg nem tűnt fel senkinek? Nem. Hát most hát, hogy nem állítottam meg a őket, senki egy elnézést, hol tetszenek menni azzal a talicska tarhonyával? Mert nincs ott 10 éve egy őr a kapuban. Hát nálunk is az óvodában ugyan megyek be, az oviba van egy ilyen kallantyú fönt, azt áthajtott, hogy a gyerek... Na jó, de csak beleütközöl időnként valaki, akkor előzékeny, ha előrengeded a talicskát. Hát, bocsánat, elnézést, hát, látom melóban. Hát mit tudod te, hogy mit visz? Hát most megkérdezed, hogy mit visz? Hát nem. Hát nyilván, lehet, hogy le is volt takarva valami kis 10 éve rongyal, azt nyilván azért azt gondoltad, hogy viszi a sittet, nehogy széthúj. Aha. És kész, és kint van vele. A nagy kérdés, hogy mit csinált? Eladta? Hát, igen, mit csinálsz ennyi kajával? Mert az, hogy a menzás nénik sokszor tényleg hazaviszik a kaját, az benne van. Tehát én emlékszem gimnáziumban, hogy 60-as bicepsze volt a konyhás néninek. Brutálisan szőrös volt a hónalja. Ugye ebben a hatalmas nagy kismama papucsban mentek. És mégis kívántak. És mégis elkaptam a gólyabálom. Akkor kerültem oda a gimiben, mondtam, most megtudjátok, milyen magyarok istene. Hátrafordítottam a baseball sapkát, és berágattam a női bosdó. Fogtam egy gyökérkefét, szétfésültem.
Na de hogy, szóval, és ott is emlékszem, nekem beleégett a retinámba, hogy a konyhásnénik mindig kettőkor mentek el, mi fél kettőkor végeztünk a kajával, még egy órát ott bandáztunk. De te 3-4-től dolgoztál rajta. És azt láttam, hogy a konyhásnénik ugye hát szatyrokkal megpakolva, ugye akkor még nem sejtetted, csak láttad, hogy hát milyen 240 kiló szatyrot víz ki mindenki, és 6 konyhásnéni vonul ki a recepción, köszön el a portástól, és megy ki a giminek az ajtaján. Menz a crossfit. Hát valószínű, hogy nem a tiszta ruhájuk volt benne, meg a... Igen. Ők lehet mint a 240 kiló kristálycukrot. Ez na a de, crossfit. Na de talicskában. Hát az... Hát az szenzációs. Idézőjelesen. Lehet, hogy tényleg az lehetett, mert hol nem feltűnő a talicska egy építkezésen. Érted? Ő a főnök volt, aki gondoskodott a dolgozókra. Érted? Látolt a talicskát, aztán... Hello, hello, itt a kaja, várjuk hosszó szerint. És akkor, ha rájöttek, hogy nagyon kevés a kaja, akkor visszatalicskázták? Nem, nem, nem. Hallod, Józsi, hallod, még van egy csapat, hallod, még a 4B nem jött le, a 4B még nem jött lebédelni, told vissza a talicskát. Jött Józsi, visszatolta a lebecsleves talicskába, gyorsan bemerték a gyerekeknek, majd újra kitalicskázták. Baleo Zapkex, ma nincs főnök. Hát, akkor megyek még egy külön pár. Hát ez annyira pofátlan és annyira szemtelen, hogy ez komolyan, komolyan mondom. Én azt mondom, hogy a konyhás néniknek meg van bocsátva, de tényleg. Uh-huh. Tehát vigyék haza, maradék, ki kéne önteni, moslék, nem adhatod oda senkinek. Hát ugye, vigyék haza, nekem az a nem, nincs bajom, nem? A maradék az a víz, a gyerek a megeszik, nincsenek túlfizetve, maradék, mindenkinek persze adtak repet, tehát vigyék haza nyugodtan. A maradék 32 kiló rétes lisztet, hát hagyj. De hol viszel, hol viszel, hol, igen. Hol viszel 6 talicska tejberés, meg 4 talicska lebbencsleves, meg 6 talicska kelkáposzta. Szerintem valaki más eszik belőle. Tehát tényleg az, hogy ott az építkezés, érted, és azt mondta, ezért a művezető srácok, meg tudjuk oldani, van itt egy ismerős momentzát. Na, egy okosba. A gyerekeknek jó lesz nektek, és a gyerekek úgyis utálják, mert sótlan. Majd mi meg sózzuk, jó lesz. Hát ez valami elképesztő. Elképesztő. De maga, tehát a kép az... És valószínűleg mindenki benne volt. Tehát egy meri, egy teszi a talicskába, persze, egy viszi ki, egy nyitja az ajtót, egy figyel, tehát ott konkrétan ők ezt kidolgozták. Hogy kell talicskába? Az is egy üvegtigrises jelenet egyébként, ahogy kitalicskázzák. Na a Marika nénit, gyerekek, a Marika nénit be kell venni. Hát ő osztja az ebédet. Hát majdnem mindenkinek benne, és nem akarjuk bajba keverni az ott dolgozó menzás néniket, de hát azért biztos, egyedül nem tudok, Józsi, hol viszont azt mondod, hogy már vissza, hát azért arról tudniuk kellett többet meg. Lehet, hogy ott hogy az történik, hogy mit tudom én, érted, oda volt készítve, nem ott főzik meg, és akkor hogy ilyen kannákba oda lerakták, és akkor kannákból áttöltötték. Aha. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ott a konyhások benne lettek volna. Nem, hát de akkor ki? Akkor, mondom, hogy csak valószínűleg az van, hogy nem ott főzik, lehet, hogy csak melegítik, és fogták, és szépen letették, meghozták a kaját, és letették. És a szemfülesek még mielőtt bevitték volna, szépen kitöltögették. Tehát, hogy inkább ez lehetett. Nem, az arról szól a hír, nem arról szól, hogy a konyhai személyzet zsákokban, rekeszekben, majd talicskában eltávolította az életet. Aranyos vagy. Jó, aranyos de nem ez ártatlanság vélem. Károly Róbert általános iskola menzáján történt a dolog, de egyébként a cikk szerint a konyhai személyzet zsákokban, rekeszekben vitte ki az élelmet. Én azért pipa lennék, tehát szülőként azért úgy jeleznéd, nem? Hogy azért finoman azért mindenki vagyunk, mert a gyerek éhesen megy haza, panaszkodik, hogy nincs, ők meg hízlalják hát az otthoni sertésüket, meg adják gyereke, el az őrsön. Lehet, hogy hogy nézzük a jó oldalát, amikor váltottunk ugye a menzában, és itt volt benne nálunk is az egyik nagy menzás cég. Ez meg még a régi egész ételem volt. Ők azt gondolták, hogy úgy cseszi meg a gyerek. Tehát mindenhonnan ezt hallották, hogy ugye ízetlen az új étel, nem kell ezt hazavisszük. Azokat, ha elviszik. Én azt tudom el tudom adni? Tehát mondjuk én az őrs közelébe kilopom talicskával a menzát, én el tudok menni egy őrsi kifőzdébe, egy őrsi kifőzdébe, és tudom neki azt mondani, hogy figyelj, menzáról kihozott érintetlen lebbencsleves literenként, nem tudom, ennyire. Én ezt tudom, hogy nem ilyenek. Mindegy. Mi van? Te mi tettél valami? Mi volt ebben a roblott nudlábba tegnap, érted? A reggeli nudlább sztorita. Mindenkit megvédesz majd? Én csak kérdezem, hogy valamilyen ilyen brutál durva 600 forint egy sertéspörkölt pacalvelővel 20 forint a kenyér és 4 kilóból meg kajáz. Pacalvelővel. Pacalvelővel. Vagy mondtam ilyen kifejezővel, a pacalt adtak. Velős pacal, persze. Szóval én el tudom adni? Hát azt te oda, te kilopod az óvodából, vagy az iskolából, elviszed 300-ért átadod a vállalkozónak, ő 600-ért eladja, mindenki jól jár. Csak a gyerekek nem. Petírja, hogy a poén az lenne, hogy a talicskás csengő hangja a Family Frost dallam, mert ott olyan talicskát, és végig kínálja a kerületet. Mi van ilyenkor, börtönbe mész, mert talicskával loptad a töltött káposztát? Miért vagy bent?
A taronyás hús miatt. Miért vagy bent erőszak? Miért vagy gyilkosság? Te elloptam 6 taliskányi. Igen, 300 liter rántott levessel loptam meg a menzál. De a büntetés nagyságát azt szabályozza, hogy mennyi értéket loptál. Mi van, évek óta csinálták, érted? Nem, mi van, ha csak a köreteket lopták, akkor az... Hát nem, a húst lopták, hát a gyerekek panaszkodnak, hogy nincs hús. Nem volt hús. Nem volt hús. Tehát a gyerek ilyesen mentek haza, hogy ennek óta nem láttak húst. Szerencsétlenek. És akkor tényleg az történt, hogy először, mit tudom, Marika néni kivett a 60-as karjával, azt rajta kapta őket. És be kellett vonni. Elkapta a torkokat. Igen, itt is marad. Hova viszite? Akar keresni. És Marika nénit beszervezték, igen. Rákos Palaitai kifőzde ételfutárt keres azonnali belépéssel. Tete Taliga, jeligére. Otto küldte nekünk. Nálunk is a település konyháján több éve ugyanez van. Alapanyagból, amit el lehet lopni, azt el is lopják. A polgármester is tud róla. Egyébként írja valaki névtelenül. Azt mondja, hova malacot neveltek belőle karácsonyra? Kaptuk SMS-ben, tehát lehet, hogy a hízót etették. Ha hízót etették a moslékkal, igen. Mi a mai ebéd csókolom? Építkezési törmelékes borsó. Egyébként jó kérdés, a talicskát vajon lopták? Tehát lopott talicska volt, vagy legalább bementek és vettek egy rohadt talicskát 3000 forintért. Honnan lopták a talicskát? Ügyes Máki az olyan tiszta molterli. Vagy Ganyi. Hát a rosszabb. Hát igen, figyelj, komolyan mondom, azért sötét középkor. Tehát, hogy azt gondolnád, hogy így, hogy persze, én sosem csodálkozom azon, amikor föltörnek egy kocsit, és elviszi bőle a magnót, hogy ott van a gyerekülés, és azt gondolnád, hogy legalább a gyerekülés, és kimér meg, mert tudod, hogy gyerek van, nem csodálkozom. De amikor tényleg komolyan mondom, tehát a gyerekek elől lopod el, és éhesek, te meg hazaviszed, hogy nem akad a torkodon, hogy nincs lelkiismeretfurdalásod, nem? Hogy ott áll 8 éhes szemű gyerek, néz rád, hogy kérne még, te meg már tudod, hogy a Józsi rohadtul talicskázza ki a hátsó ajtón. És azt mondom, hogy aranyom, ne haragudj, hát nem tudok már neked mit adni. Brutálisan benne vagy, és tudod, hogy most vittek el még 60 liter lebbencs levest, érted? Hát hó! És ezt te leültök, és akkor jó ízzel megeszitek, és na, mit szólsz, ma is milyen hamis gulyást loptam. Ugye? Tehát, hogy így, Jézus, Atya, Úr, Isten, de komolyan mondom, no. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nem gondoltatok arra, hogy nincs témánk, ugye? Ez másodperc. Idézve egy nagy klasszikust, ami Drága Tibinket, természetesen van. Biztos hallottatok ti is arról a magyar fogorvos nőről, aki úgy döntött, hogy ha a betegek hozzájárulnak, akkor fotókkal dokumentálja azokat a pacienseket, akik súlyos problémával érkeztek hozzá, és ezzel a célja nem más, mint hogy felhívja a figyelmüket, az ő figyelmüket és a mi figyelmünket is a szájápolás fontosságára. És fiatal felnőtteket fotózott, tehát 16-18 éves kamaszokat, és hát én láttam ezeket a fotókat, nem tudom, hogy láttátok-e ezeket a képeket, valami elképesztő, hogy milyen állapotban van, hát nem azt mondom, hogy gyermekeink, mert nem a mi gyerekeinkről van szó, de a fiatalok szája, mit tudnak a szájápolásról, a szájhigiéniáról, elképesztő, hogy mi van tulajdonképpen tényleg a magyarok szájában. Ő elmondta, hogy vannak olyan paciensek, de mindjárt megszólaltatjuk, fölhívjuk, aki életében nem járt még fogorvosnál, és 7-8 lyukas foggal érkezik hozzá 17-18 évesen. Elmondta azt is, hogy van olyan, aki a fogszabályzó alatt nem mos fogat, és ezeket is dokumentálta. Hát látva a képeket, valami elképesztő. Ez különösen izgalmas, ez a fogszabályzó sztori, ugyanis már eljutottál odáig, hogy rendbe akarod tetetni a fogaidat, tehát fölteszed a fogszabályzót. Igen. Szeretem, ha egyenes lenne, de az, hogy tiszta legyen, az már nem. Az már nem. Hogy igen. Azért fura ez egyébként ez a dolog, mert mostanában azért már én azt hiszem legalábbis, hogy nem lehet ilyen horror sztorikat hallani, mint annak idején, amiket minket zsibasztott a gyerekkorunkban, és amiket azért át is éltünk, mert hogy azért valljuk be őszintén, amikor mi elmentünk annak idején a gyerekfogászatra, akkor azért előfordult, hogy bement egyikünk a belsőszer, becsukták az ajtót, aztán pedig kint hallgattad a váróteremben, hogy bent üvölt a társad, mert azt mondta, hogy a lyukas fog, nem tudom, hogy húzzuk. Érted? Nyálelszívót mondtál? Nyálelszívót? Hát a nyálelszívónak a hangját pedig csak egy valaki tudja itt szavazni közül. hozom majd a nyálelszívót. Szóval, hogy mostanában szerintem már nincsenek ilyen horror sztorik. Hát horror sztorik így nincsenek, de maga olyan, mintha a fogászat és a fogápolás, az kivenne a divatból. Na, fölhívjuk Nórát, és megkérdezzük tőle, hogy egyáltalán miért döntött úgy, hogy lefotózza ezeket a szájakat, kinek akar ezzel segíteni, mert ha meglátod, kedvet támad kimenni, és azonnal fogad mosni, és összeteszed a kezed, és imádkozni kezdesz, hogy de
jó, köszönöm, hogy a szülei megtanítottak fogat mosni. És hogy meséljen el nekünk egy-két konkrét esetet, hogy kivel, kikkel, milyen szájakkal találkozott, és ugye nem csak a száj és a foga megdöbbentő, hanem a háttér történet, amikor tényleg azzal szembesülsz, hogy valaki 18 és nem tud mondjuk fogat mosni, vagy soha nem használt még fogkefét, vagy egyszerűen nem divat a fogkefe, vagy nincs fogkeféje, és ott a fogorvosnál derül ki, mikor már ugye nem lát a fájdalomtól, hogy hát itt nem csak egy lyukas fog van, amit már gyökérkezelni kell, amik 7-8 lyukas fog van a szájában. Az pénzügyileg is komoly egyébként, ha ezt nem esztékára csináltatod meg. Tehát, hogy ha csak ez a szempont, hogy ne kelljen aztán később zsebben nyúlni, már csak ezért is megérni benne egy viszonylag olcsó, de nem, mondjuk ki őszintén, egy tök olcsó fogkefét, mert ez már nem pénzkérdése. Hát 7-8 lyukas fog, ott konkrétan denevérrajok vannak, nem? Tehát ott azt úgy tudom elképzelni, hogy beül a kisrác 7-8 lyukas foggal, gondold el, beül Nórához, kinyitja a száját, azért az. És hogy kirepül belőle egy denevér család. Hát nem, 7-8 lyukas fog, hát az konkrétan már mindegyik oldalon, mondjuk 8 lyukas fog, az 2-4-6-8, tehát mindegyik oldalon van 2 darab lyukas fogad. De 3-4 folyamatosan tömve van tök maggal, kukoricál. Ja, és akkor az nem tűnik fel. Szóval igen, és ilyen etna méretű kráterek, vagy Vezúv méretű kráterek vannak a szárban. Na, itt van dr. Szala Nóra, fogorvos. Hello Nóra, jó reggelt kívánunk. Ciao. Jó reggelt! Hello! Na, hát nagyon szép a szándék, amit te csinálsz. Nagyon szép a szád. Nagyon szép, bár képet nem láttam róla. Illetve hát nyilván ezen szájak nem a te szád, amit itt látunk. De hogy jobbító szándékkal teszed föl te ezeket a képeket? Vagy mire szeretnéd felhívni a figyelmet? Igen, hát tulajdonképpen ez figyelemfelhívó volt, meg ezek elég egészen extrém esetek voltak, amik felkerültek erre a bulvár oldalra. Egy újságíró barátnőm jó voltával, igazából ő szeretett volna írni, meg foglalkozni ezzel a témával, és akkor így született meg ez a cikk, hogy segítséget kért tőlünk. De ezeket a képeket te gyűjtötted magadnak otthon, hogy esténként egy ilyen forró teával a kezedben üldögélve a hintaszékben nézegesed, hogy erősíts magadban a hivatástudatot? Hát ez nem, tulajdonképpen ez nem ilyen egyedi perverzióm, hanem szerintem minden fogorvos dokumentálja az eseteit. Hát nem ez tudom, nekem még sose fotózott be a számba hát, a fogorvoson. Ennek szerintem örülj, Feri. Ja, hogy ez azt jelenti, hogy nincs gond. Tehát akkor dokumentáljátok, ha már olyan szintű az elváltozás, hogy van mit fotózni, gondolom, nem? Hát nem feltétlenül igazából. Tényleg nekem ez a szokás tulajdonképpen a Debreceni Egyetemtől származik. Ott kezdtük el dokumentálni az eseteket, és akkor így egymásnak is bemutattuk, amikor még hallgatók voltunk, és tudtunk belőle tanulni, hogy így nézett ki, itt volt foga, itt nem, meg nem, itt meg megint volt, és akkor hogy kellett rendbe tenni, és milyen pótlás készülhet rá, és ebből, ahogy ezt megosztottuk egymással, így nagyon sok minden kiderült, meg gyakorlatilag annyi esettel nem találkozott minden hallgató egyesével, hogy annyiféle dolgot el tudjon készíteni, szóval ez így innen jön. Mesélj Nóra egy-két konkrét esetet, tényleg, hogy kinyitottad a 18 éves fiú száját, vagy lány száját, hogy azt mondod, hogy mit láttál benne, vagy nem. A háttértörténetre is kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit evett, mit ivott, volt egyáltalán fogorvosnál, mit tudott a fogmosásról, mert hát a fotók alapján azért találkoztál néhány elképesztő esettel. Igen, hát sajnos nagyon gyakori, igazából én felnőtt ellátásban dolgozom, a 20. kerületben, és vannak azért fiatal felnőttek, tehát én elindulok inkább egy ilyen kevésbé extrém esettől, hogy egyetemista hallgatók, szuper kedves, szuper okos, szuper szép, szuper csinos, és akkor eljön egy szűrésre, mert igényes a fogaira, gyönyörűen ki vannak fehérítve, és akkor kiderül, hogy majdnem minden rágó fogában már megakad a szonda, vagy van egy kis látható elszíneződés, és akkor két kedvel kérdezik, hogy de hát miért, hát ő mossa a fogát, minden rendben van vele, és akkor amikor elérkezik a kezelésnek a pillanata, akkor szoktam tükörrel mutogatni a betegeimnek, hogy nézd meg, kinyitottam a fogadat, ott van egy nagyobb kráter benne, milyen jó, hogy eljöttél, ezt most be kell tömni, stb. És végül is annak is, aki borzasztóan igényes a szájára, annak is 3-4 tömést, aki eljön szűrésre, el szoktam készíteni. 3-4 tömést? Igen. Mi a baj? Rosszul mosunk fogat? Tehát azt mondod, hogy ők ápolják a fogukat, és igen, mégis... Igen, szerintem ez a probléma, hogy nagyon, nagyon sokat látjuk a tévében, meg mindenhol mindenféle reklámokat, hogy ez a fogkrém, az a fogkrém, mit csökkent, hogy viszi a száj pH értékét, de tulajdonképpen a helyes fogmosást, azt én nekem igazából az egyetemen tanították meg. Tehát addig nem találkoztam vele én sem. Sem az óvodában, sem az iskolában. Például az nagyon típusos hiba, hogy nagyon-nagyon-nagyon erősen dörzsölik a fogkefével a fogokat, és akkor fognak
kikopások keletkeznek. És hogyha már ott egy kicsit meggyengül az ománc, akkor azok szépen utána el szoktak szúvasodni. Ez a tévémaci style, ugye? Igen, igen, amikor így fogod a kezét, és akkor jobbra-balra húzogatod a kárba. Meg én is így csikálom, mint egy állat konkrétan. Na, ez a baj. Tehát, nem jobbra-balra, én föntről, de valamikor nagyon fáradt vagyok, akkor fogom a fogkefét, és a fejemet mozgatom. És a fogkefé teljesen fixen áll konkrétan, és balra-jobbra rángatom a fejem, aztán kezet váltok, elfárad a bal kezem, és akkor a jobb kezemmel pedig föntről le sikálom. Tehát, hogy én is nekiesek egyébként, én megbüntetem magam. Tehát nekem minden fogmosás egy büntetés. Brutál erősen, csinál, az baj? Hát igen, az baj. Lágyan hát csinálja? Igen, igen, igen. Igen? Egyébként az internetről nagyon sokat lehet tanulni, szóval azt szoktam javasolni, hogy a legnagyobb videó megosztó portálokon is, hogyha beírja valaki, hogy hogyan kell helyesen fogatmosni, akkor mindenféle technikát megmutatnak, kilúzálnak. Te fönt vagy helyesen fogmosóként? Mert akkor megnézzük nem, téged. Én nem vagyok fent helyes fogmosóként. Megnéztelek volna, hogy mosod a fogadat. Kíváncsi lettem, hogy egy fogorvos hogy mos fogad, hogy mi a szakszerű. Na mi volt a durva, mert hogy azt mondja, hogy akinek van egy kis elváltozás, oké. Tehát volt már, hogy valakinek egy nagy rönyésre, még nagyobb. Felüvöltött, elsírtad magad, és visszaadtad a diplomádat? Ilyen volt? Egy-két konkrét esetet is mesélj, mert a fotók alapján azért hát vannak durva esetek. Uh-huh. Hát volt olyan eset például, hogy tényleg sokáig egy rossz élmény miatt nem jött el egy fiatal hölgy a fogorvoshoz, és akkor végül is elérkezett hozzám szűrésre, és tudta ő előre, hogy nagyon nagy a baj, mert nagyon nagy lepedék volt rajta, igazából meg sem mostam, mielőtt eljött hozzám, és akkor így ezt elkezdtem így faggatni, hogy megkérdezzem az indoktát, és mondta, hogy neki nagyon fáj a fogmosás, és tényleg évek óta nem mossa. Volt egy kezdeti problémája, amivel fogorvoshoz fordult évekkel ezelőtt, de úgy olyan rossz ízzel távozott, tehát nem egy feltöltő élmény volt, meg a problémája se lett megoldva, és akkor gyakorlatilag így ez a helyzet teljesen elhatalmasodott felette, és most minden foga szúvas. De olyan szinten, hogy gyökérkezelni kell, majdnem mindegyiket megtömögetni. Tehát több ülésben mondtam is neki, hogy ez egy nagyon hosszú barátságnak a kezdete, ez a nap, amikor elérkezett hozzá. Igen, hetente fogunk találkozni, és hát neki nagyon szép... Igen, de azért arról, hogy egy komplett generáció fél a fogorvosról, azért a te elődeid sokat tehetnek. Tehát amikor mi gyerekkorban elcibáltak bennünket iskolai kötelező fogászati szűrésre, és azok a szemetek, akik remélem azóta már nyugdíjba mentek, megsporolták rajtunk a fájdalomcsillapítót, és, és csak lidokainnal, ha mázlid volt, akkor lidokainnal, de egészen biztos, hogy injekció nélkül furtak úgy, hogy bentek is ödönke üvöltött, és kint ül 13 riad gyerek, aki retteget, mert bent a gyereket hárman fogták le, mert nem volt érzéstelenítés. Én nem tudom, hogy az a generáció egyébként, a te elődeid, Nóra, mit tanultak a fogászatról, de hogy rajtunk spórolták meg, és szerintem nem egy embernek van ilyen élménye. Amikor a 7-es, 8-es, 6-os régi ugye, korszakban, amikor tényleg úgy mentél el, hogy nem kaptál érzéstelenítést, hogy injekciót nem kaptál, úgy betömtek három fogatot azonnal. Bementél egy ilyen maximi lyukra, az kijött el negyed kiló amalgámmal. Tudod, mi volt a duma? Fáj kicsim, szorítsd a karfát. Szorítsd a karfát, így van. Majd máskor mosol fogad. Így van. Tehát, hogy azért nyilván persze a szülők is tehetnek, meg csomó mindenki hibás lehet, de volt egy időszak, amikor nem volt érzéstelenítés, meg fájdalomcsillapítás. Hát persze minden, mint az orvoslásnak minden ága tulajdonképpen az elmúlt 50 évben óriásit fejlődött, tehát mind fogászati anyagokban, mind technikákban, tehát csodákat lehet most már művelni. Egyébként az ilyen típusos probléma, hogy nekem is nagyon sok páciensünk megérkezik a KFT-nkhez, az Elfog KFT-hez, és nem akarnak hallani arról, hogy gyökérkezelés, mert én azt vettem észre, hogyha mondom, hogy hú, tök jó, meg lehet menteni a fogat, mert ez nagyon jó, hogyha lehet gyökérkezelni, és akkor nem kell kihúzni. De hogyha kimondom ezt, hogy gyökérkezelés, akkor egyben mondom, hogy jaj, nem, mert csoda. Benne van az a szó, hogy kezelés. Valda őszintén, hogy a te osztályodban is volt egy pár olyan diáktársad, aki itt a bosszú vezérelt, amikor abban az iskolában arra szakra jelentkezett. Igen, tényleg így van. De nagyon beválik, hogyha azt mondom most már betegeknek, hogy jó, tök jó, csinálhatunk egy gyökértömést. És akkor mindenki meg van nyugodva, hogy gyökértömés, hú, de jó, ez kell nekem. És ugyanaz a folyamat. De, és akkor utána gyakorlatilag van pozitívan csalódnak benne, mert nem fáj, mert ugyanúgy be van érzéstelenítve. Jó, nyitva kell tartani a száját sokáig, amíg reszelgetjük, tágítgatjuk, hát meg letömögetjük. Nóra, a kötelező orvosi, vagy a kötelező iskolai fogászat, az megvan még? Igen, az megvan még. Viszik a gyerekeket?
Igen, igen. Egyébként én nem emlékszem így a saját példámon annyira, hogy emlékszem, hogy volt iskolafogászat. Mikor vagy, Nóra? Mikor születtél? Én 89-es vagyok. Hát ezért, te már kaptál fájdalomcsillapítót. 70-es, 77-es generáció. Az STK-ba, ha a Vörösvári úti STK-ba mentél volna fogászatra, jártál volna 78-ban. 18 darab rémű gyerek ült, miközben a kis pistiket négyen lefogták kényszerzubbonyba, és tömték a hat fogát. Kijött a hentes, és azt kérdezte, még valaki? Csepözött a vénak. Kis túlzással egyébként, tényleg ez történt. Mondja, Nóra? Hát azt akartam mondani, hogy volt nekünk iskola fogászati szűrés, de igazából ott úgy egy perc alatt átszaladtak a szánkon, és nálam sose volt például semmi probléma, de úgy nem emlékszem, hogy bármelyik osztálytársamnak lett volna, hogy ott helybe betömték volna, vagy szóltak volna, hogy el kell menni. Egyébként szoktam olyannal találkozni, hogyha helyettesítek, hogy kicsi gyerekeknek, ahol van gyermekellátás is, úgy nem foglalkoznak mondjuk a tejfogaival a szülők, és már úgy szét van rohadva, vagy már gyökérik teljesen. Le vannak kopva a tejfogak, és ezzel is az a baj, mert mondja a szülő, hogy jaj, hát nem tudom eldugni a nyalókát, meg úgyis kiesik a tejfog, majd kinő az új, csak megsérti a szuvasodás, vagy ráterjedhet a maradó csirájára, és akkor így lehet 20 évesen fogatlanná válni teljesen, mert hogyha már rosszul nőnek ki a maradó fogak, akkor már nem sok mindent lehet csinálni. Mi helyzet az elektromos fogkefével, mert ha lusta vagyok, azt használom. Az nagyon jó szerintem. Jó? Én kaptam most igen az egyetemtől igazából, a diplomaosztóra kaptunk egy szuper elektromos fogkefét, nekem előtte nem volt egyébként, és kipróbáltam, és olyan, mintha mindig újra políroznám a fogaimat, szóval. Az a baj, ha álmos, hogy Billy fordítva teszem be, és mi van, hogy nem kiveri a fogamat, hogy elindul, és akkor meg kell fordítanom. Tehát, hogy vannak problémák, akkor megnyom, és kiüti a balhatost hátul, mert fordítva teszem be, de akkor már nagyon sok fogoros azt mondja, hogy hülyeség, meg ne csináljuk, meg kézzel csináljuk. Tehát akkor nem ördögtől való. Egyébként, hogy kombinálni kell mindent. Egyébként nekem is van sima hagyományos fogkefém is, elektromos is, amióta is kaptam egyet, és akkor javaslod. Attól függ, hogy mihez van kedvem nekem is, melyik kámosom meg. Azt ismered azt a modellt? Én most rendeltem egy ilyet, ilyen 2-1-ben, Góliát elemmel megy, úgyhogy mind a két végét lehet használni. Ha akarod fogkefét, ha akarod valami egész meg. Ezt javaslod? Én nem ismerek ilyet. Jól van, Nóra, hát láttuk a fotókat, le a kalappal, azért a ti szakmátokhoz is kell egyfajta hivatástudat más emberek szájába mászkálni, denevérrajokat elüldözni, ahogy mondtuk, szép még hivatás. Még egy gyors kérdés, hogyha már mondtad a reklámokat, hogy volt már olyan, hogy felismertél egy kollégát, vagy valamelyik konferenciáról valakit a reklámban, aki azt mondta magáról, hogy jó napot kívánok, dr. Mészáros József vagyok, fogorvos. Nem ismerem őket ugye, egyébként, de én úgy szeretem nézni azokat a reklámokat, mert olyan szépek, meg helyesek, fotocellás ajtó szét, és akkor bejön valaki, dr. Mészáros József vagyok, fogorvos. Ja. Azt odácsolom mindenkinek, hogy Mészáros, az összes így hívják. Azt mondtam anyukámnak, hogy én is szeretném majd a tévébe elmondani a fogkrém reklámot. Na mindegy. Én azért reménykedem abban, hogy azok a fogorvosok, akik érzéstelenítő nélkül tettek tönkre egy generációt, beülnek egyszer majd egy olyan fogorvos kezei közé, akiknél pont elfogy az érzéstelenítő, és mindent visszakapnak karmikusan, nem? Azért ezt nekik nagyon, nagyon kívánom. Nóra, köszi neked, jó munkát, puszilunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szeretném elmondani még azt, hogy mindenki menjen el szűrésre, fél évente, vegye igénybe a TB szolgáltatásokat, fogkőleszedés, tömést, és a diagnosztikai központokat látogassa meg, és szeretettel várunk mi is mindenkit a 20. kerületben. Jaj. Szakadozik a vonal. És mondanám a telefonszámot 0670, hívjon nyugodtan. Köszönjük, Nóra, puszi, ciao. Hello. Ami ilyen kis lehet. Aranyos, és mindenkinek békés bort. Ti meg tudnátok kínozni azokat a fogorvosokat? Azonnal. Én bármikor, ha most már csak tényleg erre gerjedsz. Velem tartanátok ebben, hogy egy fogorvost megkaphatunk, aki gyerek, én emlékszem, Raktár utcai első emeleti fogászati műhely, Raktár utca buszmegálló, átmész a Zebrái, jobbra felmész, első emelet, leülsz a váró, megvan a váró, megvan a rendelő, mindenre a emlékszem. Szag, meg hát. Megvan a szag, mindenre emlékszem. Sose felejtem el, hogy így ültem, és bent tényleg, bent kínozták az emberek. Kínozták. Sikító gyerekhangok jöttek. Kínozták. És bementem, nekem az volt a mázim, hogy nem találtak semmit. De amikor remegő lábbal mész a szék felé,
Ugye? És próbálsz kitalálni, hogy és tudod, nem. Hogyha most itt van valami vége van, nyisd ki a szállat, tudod, és egy ilyen nagyon, nagyon rossz szájszagú, nagyon idős, nagy darab szőrös kezdet. Nagy darab gonosz ember volt a fogorvos. Emlék, mindenre emlékszem, simán. Megvan. Simán, megvan. Annyira remélem, előtte, hogy az élet megbünt. Annyira előtte van az a kép a jövőből, amikor majd egyszer csak ott fekszik bent, most már itt tudom, 70-80 éves lehet a fogorvos néni. Feloltodik a villany, és ott állunk mindannyian. Megismersz minket? 4. Kassa utcai általános iskola. Így lesz. És tudod, mi lesz nálam? Egy fúró. Így van. Egy fúró. De talán így jobban megoljunk. És nem kevesebbet, mint egy 3 csatornás gyökérkezelést fogok neki csinálni. És ezt mondja, ezt az osztálytársa így ér. És mi? És értem kapod. Na jó. Egy kis... János, legyen szíves, nyissa ki a száját, mert egy kis levegőt kell fújnunk a szájába, de hogy megragasszuk a tömést. Ez még nem fog fájni, hogy előtt. Nem, ez csak egy kis levegő, amit fújunk. Én nem is jól. Számra nélkül olcsóbb. Kész vagyunk, János, köszönjük. Ezt csináljátok utánunk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Találtam egy rendszámtáblát tegnap Eger és Ószt között. Mit a 25-ös úton. Aki bediktálja, visszakapja. Milyen szigorú. Milyen szigorú. 81-es út 281-es út 23-as kilométerénél Mór felé, a Bokrok mögül. Milyennek a rendőrök? Dávid 94 küldte nekünk. M86-os, a látó távolság 20 méter, úgyhogy figyelje mindenki. Na, mi pedig a fogorvosi élményekről beszélgetünk még hozzá, hát gyermekkori élményekről. Nyilván senkit nem akarunk elriasztani, sőt, ma már azért ez teljesen más, tényleg ezt ugye, amit drága fogorvosunk is elmondta, hogy ma már érzéstelenítenek, az injekció sem fáj, el kell menni, nem kell félni. Én azt hiszem, hogy Nóra talán annak is meghozta a kedvét, aki mindez idáig félt elmenni, ha jó kezekben vagy és jó a fogorvosod, akkor nem okoz fájdalmat. De régen a mi gyerekkorunkban azért ez egy traumatikus élmény volt. Máshogy álltak típusú. Szerintem a gyerekekhez is. Igen. A fogorvosok, például Nórának a hangját hallgatva, nekem kedvem támad hozzá elmenni. Tehát, hogy ilyen megnyugtató, kellemes, kiegyensúlyozott. Tényleg nem ez a doktor Mengele, tudod? Igen. Hát, nagyon sokat számít egyébként. Írt a hallgatóim, mert hogy nekik is vannak élményeik. 80-as évek közepén a fogorvosom érzéstelenítés nélkül kihúzta az egyik maradandó bölcsesség fogamat. Nem volt divat betömni a fogat akkor. Bölcsesség fogot kihúzta. Azóta rettegek a foghúzástól, aztán... A mészáros lereagált annyival a bulit, hogy gyógyulásképpen otthon öblögessek házi pálinkával. Azaz, az. Gyermekként ez nem volt vicces. Na, én ezekről a dokikról beszélek, igen. És tényleg tudom, hogy mindenkinek van ilyen élménye. Fogorvos legalább... és patkoló kovács. Igen. Tehát, hogy ez kb. Ez a kategória. Ha valaki a pálinka mellett van, az én vagyok, de ez abszolút nem javasolt. Tehát, hogyha kihúzzák a fogad, akkor figyelj, sem. Figyelj, következő sem. Iskola fogászat 90-es évek eleje, hát amikor ugye mi is jártunk. Uh-huh. Általános iskola, gimnázium eleje, pont a 90-es évek eleje. Osztálytársamnak csinálták a fogát, aki a fájdalom miatt, mert nem kapott érzéstelenítőt, valószínűleg megharapta a doktornő kezét, a válasz egy büdös nagy pofon volt. Harapsz is. Majdnem kifordult a székba. Csoda, hogy rettegtem a fogorvostól évekig. Nekem szent meggyőződésem, hogy a mi generációnk felnőttkorában tényleg azért fél, mert traumatizálták gyermekkorában. Tehát ma már elmész egy gyereket, mesét nézett veled, aranyos, lehajol, megnézi, nem fáj, elmagyarázza, ugye? Tehát, kis ajándék van, kedves. Megszerettetik vele. Komolyan mondom, hogy tehet róla azért az, aki nem megy el fogorvoshoz, de sokat tehettek az akkori dokik is. Szigethalmon az 5 éves kisfiamnak a hentes férfi fogorvos fúróval vágta le az érzéstelenítő nélkül az ínyét, ami egy kiesett tejfog miatt lógott. Hirtelen nem találta az ollót, azt gondolta, hogy ez is egy jó megoldás. A kisfiam sírt, én meg mondtam neki, hogy nem jövünk többet ehhez a henteshez. Köszönjük szépen. Az iskolai fogorvos, hogy bizonyítsa, hogy gyulladt az ínyem, felszúrt a 3 helyen, ezt figyeld, és tükröt tartott elém, hogy lássam, hogy folyik a számba a vérem. Nem, azóta nagyon félek, és ha csak nagyon fáj, akkor megyek fogorvoshoz. Látod, és mit ért el ezzel az élménnyel, hogy mikor megy el, amikor már baj van. Tehát nem megy el fél évente, amikor egyébként még csak a felületi kis kopács van, és föl lehetne csiszolni. Lehetne? Nem, ő vár évekig, csak amíg rossz, és akkor már megint fájni. Ez egy általános hozzáállás szerintem, tehát hogy olyan, mint kontroll, az sok embernek nem tartozik a szokásai közé. Tehát, hogy elmenjél és megnézed a fogaidat akkor is, hogyha nincsen probléma. A következő megvan, nem dohányzott, nekem dohányzott, kesztyű nélkül 120 kg volt, és itt jön a mondat, amire emlékeztek.
az anyukámnak szólt, hogy szorítsa a gyermek fejét a támlához. Igen, emlékeztek igen, erre? Igen. Emlékeztek erre, hogy arcüreg műtét, amikor felszúrták az arcüregedet, fogorvoshoz mentél, lekötötték a kezedet, és mama még egy kicsit segített leszorítani a kezedet. Akkor összepiséltem magam szó szerint. A tettestárs. Igen. Balázs, emlékszem, mi is oda jártunk 8-ban, a Raktár utca sarkán megszöktem. Megszöktem az igazgató intővel megúsztam. Ez a Raktár utca sarka, így van. Harmadik kerület, Raktár utca, ott van. Első emeletem, bemész, ott volt egy fogorvos műhely. Nem tudom most mi van ott. Valószínűleg mészárszék, hentes, vágóhíd. Ja. valami ilyesmi. Fogorvosi szék műből borításán 12 évesen átment az ujjam az érzéstenyítés nélküli fúrás miatt. Örülök, hogy azért sokaknak megvan ez az élmény, már nem azért, hogy ti is átértétek. Igen, csak, hogy együtt vagyunk. Igen. 83-os vagyok, nálunk még mindig ugyanaz a fogorvos néni, aki továbbra sem ad érzéstelenítőt, hallod? Tehát, de miért nem? Egyszerűen nem értem. Mert drága. Ugyanolyan gyomoridegen mentem hozzá, mint iskolás koromban. Megcsántattam a fogaim, azóta már egy összetört, úgy szétfúrta. Ezt Balú küldte nekünk. 64-ben születtem, a gyermekfogászat annó csak húzást jelentett. Engem 6 maradandó fogamtól szabadított meg a doki. Egyébként tényleg így volt, nem is mindig tömtek. Rossz, ki kell húzni. Hát ez ugyanaz, mint most az ügyelet. Ott is ugye az van. Hús, már ki is húztak. Hát ez úgy igen. Nálunk az iskolafogász doktornőnek nagyobb bajusza volt, mint Rózsa Sándornak. Lasszóval kellett a gyerekeket összefogni a szűréshez. Melinda küldi nekünk. Én 74-es vagyok, és nekünk is volt még iskolai fogászat, és még akkor is kötelező volt elmenni, ha igazolásom volt, hogy magánorvoshoz járok. Akkor is kellett igazolást vinni. A fiam egyidős veled, Balázs, a fogorvos azt mondta neki, hogy emelje fel a kezét, ha fáj. Ő felemelte, ő meg folytatta az érzéstelenítő nélküli fúrás. Jó, de legalább tudja, hogy fáj. De emelje fel a kezét, ha fáj a fúrás. Hát a fúróval hozzáérsz a foghoz, és azonnal összepisíled magad. Hát nem, főleg az már lyukas, szuvas, érzékeny, hát az ideg azonnal közvetíti a fájdalmat. Emelje fel a kezét, ha fáj. Nekem akkor is fájt, akkor bekapcsolta. Köré. Igen. De mennyire durva egyébként, hogy tényleg az embernek annyi negatív élménye van a fogászattal meg a fogorvosokkal kapcsolatban gyerekkorából, hogy tényleg megjegyzi, ahogy te is mondtad, hogy egészen konkrétan minden mai napig emlékszel, hogy hol volt ez a bizonyos, hol volt a vallatószék, hogy hol volt a fogászat. Mindenre emlékszem. Nálunk például azt mondja, hogy a Gulner Gyula utca és az Üllői útnak a sarkán volt egy gyerekfogászat, most már nem is az működik ott, de már hosszú évek óta nem, és én mind a mai napig, amikor ránézek arra a helyre, akkor tudom, hogy ott, igenis, ott a gyerekek sikolyaival vannak. Tele van még az üres szoba. Még ott beleívódtak azok a sikolyak a falakba. Bármikor megyek a Raktár utca felé, nekem is eszembe jut. Na jó van, köszönjük az SMS-eket, vidámabb témában megyünk tovább, játsszunk már is egy hallgatónkkal. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Imre, hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok! Hello! Szép napot nektek! Örülök, hogy egyszer sikerült talán beszélni veletek. Látod? Na, honnan hívtál minket, Imre? Jelenleg Csepelen vagyok, kontinent fog fölvenni, dolgozok, és megyek Németország fele majd. Na. Na jól van. Neked is van gyermekkori fogászati élményed, vagy bármilyen? Hát nekem is volt ilyen tömés, de szemtanúként láttam érdekes esetet a szomszéd faluban. Mi történt? Hát a szomszéd kisvárosban lakott a fogorvos, már délután készült haza, vonattal, kocsma szembe volt, bement, még várta a vonatot, és bement egy páciens, hogy őrülten fáj a fog, a doktor úr csináljon valamit. Azt mondta neki a fogorvos bácsi, kérjék ki egy fél rumot és egy fél szívapálingát, azt üljük be a sarokba. Megtörtént, elővette a kis táskát, kihúzta a fogát, kérdezte a páciens, hogy mivel tartozik. Semmivel, azt mondja, fél rum, azt mondja, volt a munkadíj, a pálinkával meg öblízt ki, és készen vagyunk. Te így kell csinálni, hát magányos fogat, nem kell túl reagálni. Na figyelj Imre, kicsit halkítsd le a rádiót, légy szívom. Oké, megtörtént. Mutatjuk Óven bácsi. Aha! Úr Istenem, kiszáradt a szám, Jézus Zsűr, ekkora rohadék vagy. Ne, agyal, ne fogj le! Gyerekek, nem kell félni a fogorvostól, nincs abban semmi rossz. Ha a fogorvos bácsi nem bánt. Elkapcsolási faktor? Kérem a következőt, az milyen, ha kise kapcsolom, hele a váró, öcsike, te jössz, nem fog fájni. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. No. Ó, minek a zenéje? Ez egy televíziós sorozat. Húha.
Mutatjuk még egyszer. Napjaink egyik legnépszerűbb televíziós sorozat az IMC csatornából. Ez a sorozat csinált nagy csatornát. Kizzi néni, nem látottam magára, szóval mit csinálja el? Mondod még egyszer, hogy büdös vagyok? Nem mondom, te büdös vagyok, csak hagytam! Ja. Egy hosszabbat mondatnál? Ez volt a hosszabb. Ja? Ennél hosszabbat nem tudom. Nincs meg? Akkor elmondjuk, jó? Ez a Walking Dead című sorozat lett volna. A Walking Dead, ez egy amerikai horror sorozat, baromi jó, sok évad van belőle, nagyon lassú, nagyon mondható, de mégis valamiért szenzációs. Tehát ez lett volna. Hát, így jártam. Köszönöm, hogy köszi. Jártattam veletek. Köszi, ciao. Köszi. Hello, hello, szia. Mondod még egyszer, hogy Marika nénnek lúgom el? Nem kezdett el kicsit hasogatni a fogatok? Konkrétan hátul fölül kicsit kiszáradt a szám és hasogat. És így elkezded így járatni a nyelvedet a szádba, és így nézed végig a fogaidat, így csekkolod. Megvan, mikor voltam utoljára? Ezzel még nem kell megyek én is. Borzalmas. Na jó, nem, megkímélünk mindenkit. Jó? Gyerekek, nem kell félni. A fogorvos jó barát. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Azért maradtam egy picit csöndbe, mert gondolkoztam. Hogy? És nézem Ferit egyre gyanúsabb. Mi? Te vagy a kém? Nem vagy a kém? Én nem lehetek kém. Miért nem lehetsz kém? Azért nem lehetek kém, mert a kém az álcázott dolog. Az egy álcázós történet. Te vagy a kém? Hát, ha valaki kém egyébként itt... Te maradtál, Jani. Te nem, vagy a kém? Nem én, Jani kám. De mégis játszunk el a gondolatot. Hmm. Miről van szó valójában? Arról van szó, hogy majd ide hozzánk beépül egy titkosszolgálati munkatárs, és figyeli, hogy mi mit csinálunk, hogy aztán tudjon jelenteni? Így van, jön egy új, hát ez érdekes. Új melós valamilyen pozícióra, akit beültetnek itt, és azt mondják, hogy ezentúl ő a nem tudom kicsoda, és egyszer csak, tehát amikor itt sunyogva oldalt néz, látod, hogy fordítva van a kezébe a magyar nemzet. Na már akkor játszunk el a gondolattal, új ember jön ide, aki titkosszolgálati ember lesz, vagy egy régi embert szerveznek be. Ugye nem mindegy. Egyáltalán nem. És csak meg, hogy ki kezdett el mocorogni? Az ül azonnal felállt a sztorinál? Tehát hogy van ez? Azt nézem, hogy ma gyanús-e valaki ma reggel. Szerintem... De nézlek benneteket, ti egyelőre nem viselkedtek gyanúsan. Zsül ezzel a fura járkálással egyébként egy kicsit egyre gyanúsabb. Az a leggyanúsabb, egyre aki gyanúsabb. Nem gyanús egyáltalán. Hogy néz ez ki a valóságban? Egyszer csak itt reggel megjelenik nálunk majd valaki, és azt mondja, jó napot kívánok, Horváth Ádám vagyok, a kém. Hát ezt nem mondja szerintem. Miért pont Horváth? A feleségem is Horváth, ez Horváth, nem Horváth. Jó. Horváth, hát, akkor. Kis Ernő vagyok. Vagy Nagy Péter. Én vagyok vagy a kém. Vagy Damjanics jár. Igen. Én vagyok a kém. De mondja, hogy ő kém. Hát csak nem mondja. De várj, hát most ide hozzánk be kell, hogy jöjjön. Akkor azt mondja, hogy jövök kávét főzni. Szeretlek benneteket, minden nap kávét fogok nektek főzni, és friss süteményt fogok hozni. Mi ennek megörülünk? És minek jönne ide? Hallja, hogy mi történik a rádióban. Azt akarja hallani, hogy mi történik megszólásokon kívül. Mi történik valójában a rádióban, mert azt hallhatja a kém, hogy itt mi most miről beszélünk, mert adáson beszélgetünk. A kém tudni akarja, hogy mi történik megszólásokon kívül. Vagy beépül egy titkosszolgálati ügy, hogy nem titkos, én tudom, hogy ő a kém. De ő nem akarja, hogy tudjam, hogy ő a kém? Vagy akarja, hogy tud, hogy ő a kém, csak közben ő kémkedik. Érted, hogy milyen nehéz ez? Illetve, ha mi nem itt geggelünk, hanem mondjuk elmegyünk haza, és ott, akkor elviszük magunkkal, hogy ott is hallja, hogy miről beszélünk? Ugye mindig itt történik az a műsor előkészítése, a második témák megbeszélése, telefonon beszélgetünk, jövünk, megyünk, ugye? Hát egy csomó minden történik. Jön majd, és ott ül mellettem az autóba, és hallgatja, hogy miről beszélünk? Az a baj, hogy dolgozz csak, Balázs, dolgozz csak, én csak itt vagyok, jegyzetelek, nem csinálok semmit. Elmehetek veled hazáig. Én közben beszélek a Lacival éppen arról, hogy mi lesz az adásban, és jön velem. És most kimondtad a nevet. Ne, a Laci a szerkesztőnk, a kém nevét nem tudom. Laci a szerkesztőnk? Egyáltalán Lacinak hívja a szerkesztőnk? Valaki mostanában gyanúsan viselkedett? Lehet ő a kém? Vagy ők most kezdenek majd el beépülni hozzá. Ki az, aki állandóan hangfelvételeket hallgat ebben a rádióban? Hát hiszen a kémkedésnek az egyik alapvetése a rögzítés. Hát ki az? Nézzél oda. Bizony.
Ott a kép. Kép. Neki mindene megvan. Nem bízom bennetek. Figyelj, Anna, Anna nagyon reggeltől esik telefonál. Anna nagyon sokat telefonál. Lehet, hogy ő a kém? Ő az, aki viszi az információt? Ki a kém? Te vagy a kém? Nem én vagyok a kém, azt is megmondom, hogy miért. Ez igaz, hogy én éjjel-nappal telefonálgatok, viszont semmilyen info nem megy át rajtam, hiszen telefonálgatok. Igen, hiszen recepteket cserélsz hallgatok. Tehát mit mondjak a telefonba? Ez is igaz. Milyen infót? Hiszen nem vagyok köztetek. Én tudod ki a kém? Én rájöttem. Az aki? Antal Vali. Ritkán jön, két hetente jön. Itt ül utána 10-ig. Egész fura, nem azért mondom. 10-ig itt ül, ugye? Mert múltkor megkezdtem, Vali, nem hívtunk neked taxit? Nem, nem, csak itt üldögélek. Tehát mindenki legyen gyanús mindenkinek. Most miért vagytok csöndben? Ja, én csak azt hiszem, hogy az egyik hallgatott fekete listára rakom. Szóval te vagy a kém. Szűröd a tartalmat. Vagyis ja, cenzúrázol. Természetesen. Ő a kém. Az ellenzéket. Most nyírom ki az ellenzék. Hello, Csabi. Jó reggelt. Én vagyok az? Nem tudom. Gyanús ez a fekete póló. Még én sem. Valaki megkereshetne. Hogy lesz valaki titkosszolgálati kém, ha ő elmondja, hogy én jöttem azért, hogy figyeljen. Holantól kezdve nem titkosszolgálat, hiszen tudom, hogy ki ő. Nem tudod, de hogyha Csabinak véd, a testén vagy... találunk valahol egy 3x3-as tetkót, akkor azért az gyanús. Téged véd, vagy másokat véd tőled? Ez is egy jó kérdés. Mi ez itt? Mert ha téged véd, akkor el kell, hogy mondja, hogy ő azért van itt. Ha másokat kell megvédeni attól, amit te mondasz, vagy teszel, akkor nem fogja elmondani, hogy ő azért jött. Van valahol egy hely, ami titkos kémképző? Hogy lesz valaki kém? Az egyik kém tudja a másik kémről, hogy ő kém? Nem, csak ha kémked után. Mi van, ha két kém kémkedik egymás után? Az már, de mindegyik jól leplezi, hiszen akkor... ők kiképezték, és a két kém nem tud meg egymáson információt, szerint én is kém vagyok, te is, és akkor... egy ilyen megoldhatatlan, örök, fura helyzetbe kerülnek, ha semmit nem tudnak meg a másikról, hiszen mind a kettő kém. Ez egy olyan paradoxon, aminek az a következménye, hogy kioltják egymást, tehát hogy a kém kémkedik egy kém után, akkor az kémkedés. Nem kémkedés, mert hogy a tolvajtól lopsz, az nem bűn. Így van. És mi van, ha a kémet annyira jól kiképezték, hogy ő se tudja, hogy kém? Na ez az. Ugye? Na akkor mi van? Maga a kém? Nem. És tényleg nem. De ő a kém. De maga sem tudja, hogy ő a kém. Uh-huh. Amit járják. Okos. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Megdöbbentő látvány fogadta a londoni Commercial Street lakóit, ugyanis egy középkorú nő órákon keresztül üldögélt, anyaszult mesztelenül széttárt lábakkal az egyik háztetőn, amivel egész egyszerűen nem zavartatta magát. A lakók vették észre, nem szóltak neki, de furcsálották új szomszédjuk szokását. És végül kiderült, hogy a nem egészen szégyenlős lakótárs egy művésznő, és ezzel a performanszal kívánt bemutatni valamit, méghozzá azt, hogy ő mennyire exhibicionista. És eszembe jutott az a gondolat, hogy talán mindenki állt már ki úgy az erkélyre, vagy nézett ki úgy az ablakán, erkélyablakon, konyhaablakon, hogy látott valami olyat, amit nem biztos, hogy akart látni, de aztán megtetszett neki, és utána még ment az ablakhoz, hogy még többet lássa és lássa, vagyis kinek milyen fura dolgokat csinálnak a szomszédjában. Erre akarok kiukadni. Amikor kiállsz az erkélyre, hát ugye te is sokat állsz az erkélyen, amíg dohányoztál, átnézel különböző lakásokba, átpillantasz, nincs elhúzva a függöny, és látsz valami egészen bizarr dolgot. Régi szép idők, mikor még áldogáltam. Egyébként nem tudom, arra emlékeztek-e, hogy egyszer beszéltünk a katasztrófa védelem egyik kiváló munkatársával, aki engem beköpött, hogy én alsó gatyában, még a alsó gatyában járok dohányozni, na most akkor jelentenék róla, mert ott van a szembe szomszédomba, hogy a macskáját fotózza éjjel-nap, a kirakja az erkélyre szerencsétlen jószágot, így áll kint a macska, érte tényleg, és megy ézével, és egy ilyen géppel állandóan fotózza körbe. Tehát kirakja a macskáját a hidegbe, és azt fotózza. És fotózza ki, de téled is. Emlőbb nyilván ez a legmegdöbbentőbb a szomszédi viselkedésben, de ha kell köpni, akkor tessék, nekem is van sztori. Miért van az, hogy kiállsz az erkélyre, és óhatatlan vágyat érzel, hogy tényleg kicsit átnézzél mindenhova. Hát be kell nézni. Ahol nincsen húzva a függöny, ahol belátsz egy kicsit, ahol izgalmas. Mesztelenül járkálnak lehet, ahol valami fura dolog történik. A kukolás az iszonyatos izgalmas dolog, tehát hihetetlen jó dolog. Tehát egy csomó ilyen valóságsó is épül erre. Nem véletlenül, mert tényleg egy olyan belső igényt elégíteni.
derítenek ki, ami szerintem minden egyes emberben ott van. Egy picit belelátsz az életükbe. Minden, amit addig takargattak előle, minden, ami titkos volt, minden, ami privát volt, abban a pillanatban egy picit megnyílik előtte. Igen, én is észrevettem már, hogyha látok valamit az erkélyen, és nincs elhúzva a függöny, nem megyek be. Tehát akkor ott maradok, megnézem a folytatást, várom, hogy történet lesz a dologból, mert hogy ott ilyen kis mini drámák bontakoznak ki. Laktam társasházban, én is laktam panelházban, hát ott tényleg kiállsz az erkélyre, és 800 mozit nézel egyszerre, nem? 600 lakás van veled szemben, 600 lakás van melletted, ott bármit meg tudsz, nézni. Te is megfigyelt vagy tulajdonképpen a sztoriban? Ugye, hogy nem? Ha elhúzod a függönyt, nem tudsz az lenni, tehát mindig ott vagy, ott lehetsz megfigyelő, akik nem húzzák el a függönyt. Az egy áldásos dolog, azért el tudod húzni a függönyt. És milyen mini drámákra gondolsz? Hol van az autókulcs? Hol van ez a tetves sluszkulcs? Megmondtam neked, Noel, hogy add vissza. Add vissza a sluszkulcsot. Nem, most ahol lakom, ott nem tudok kémkedni, mert ott nincs nagyon... Hát szomszéd van, csak tehát előre nézek ki, és két oldalt van szomszéd, tehát elől út van. Azért az nem túl izgalmas. Azt mondtad, hogy van ott valaki, aki nagykalállal falja az életet. Falta régebben. Jobbra mellettem a szomszéd. De ezt csak onnan tudod, mikor a létrát oda támasztottad a kérdést, és ez átnézni. Igen, ő eseménydúsan élt az életet, most már megnyugodott, tehát most már gyermek van, feleség, ja, barátnő. De régebben volt olyan ingerencia benned, hogy oda átmásztál a kerítésen, oda söndörögyél a nagy, hogy hívják, az a téli kertnek az ablakához, oda húzel egy kempingszéket, kinyisd. Most még mondod el, hogy mit csinál. Volt, igen, tehát amikor hajnalban, hogy háromkor véget ért a buli, és a lányoknak hívott egy taxit, akkor azért azt megnéztem, hogy milyen buli, milyen lányok, hogy szállnak be a taxiba, mennyire vannak illuminált állapotban. Igen, tehát az ember akkor... Nem szégyeled magad? Én nem szégyelném. Tehát az ember akkor azt nyilván megnézi. Na de hát legyünk őszinték, valószínűleg mindenki így van ezzel. Hogyha lehet kukkolni egy kicsit, akkor átnézel. Átnézel és úgyis kukkolsz. A legszebb, amikor még a Marina parton laktunk, ez szintén ott a Danubius rádióval igen, szemben volt, nagyon könnyű volt, és ott valami oknál fogva a tervező az úgy érezte, hogy a két párhuzamos tömböt, mert az egy ilyen szerintem ilyen nagy tömbös panelházszerű dolog, de hát nem abból van, mert ahhoz drága, azt ilyen 10 méterre rakja egymástól, tehát akármit követtél el, mindenki látott mindent, és ott volt velünk is régen lefelé egy csávó, akinek az esti szórakozása az volt, hogy hazajött 5 körül, és ezt minden este megnéztük, 5 körül hazajött, hétre elintézte magát tütűvel, és a konyhaasztalon aludt egy óra. Esküszöm, 7-től 8-ig, ezt minden este megnéztük, tehát hazajött ilyen 5 körül, nagyon jó. 5 körül, azt nem tudom, hogy mit ívott, de valami nagyon durvát, mert hétre, de egyedül ült a konyhaasztalnál, hétre. Vége volt? Vége volt, lefeküdt az asztalra, egy óra múlva fölkelt, és utána nem látta. Nagyon jó. És ez minden... Jó, de 2 naponta egész... És kicsit, ha már egy idő után nincs, hiányzik. Há, persze, nem? Már ugye? Minden este kinéztünk, hogy ma meg lesz a műsor. Igen. És meg volt. Marina part szapon opera. Igen. A 328. rész. Lajos megint részek. Igen, csak nem volt benne sok izgalom, csak az, hogy... De legalább kiszámítod, mindig ugyanazt a minőséget kaptak. Én láttam mindent. Én láttam idős bácsit, én láttam pasit alsógatyában. Nekem ez a nagyon filmes, jó csaj vetkőzik a másik oldalon, és átsétál az előszobán, leveszi a magas sarkuját, visszasétál, már csak melltartóban van, és bugyiban, és szoknyában. Átjön, leveszi a szoknyáját, már csak melltartóban van. Megjelenik, be van csavarva a haja törölköze. Ez nekem nem volt meg soha, pedig nagyon sok helyen laktam, és nagyon sok helyen kukoltam. És nagyon vártad. Nagyon vártam, hogy végre egyszer szemben legyen egy olyan csaj, aki eljátsz ezt a nagy filmes jelenetet. Öreg néni totyogott, visszatotyogott, idős bácsi vakargatta a tökeit, sose felejtem el, ilyen brutál feszülős fehér, nem boxer alsógatjában. Neki több esélyt? Tessék? Neki adtál több... Hát jobb hiány néztem, hát tőle, nem volt ezzel baj, de hogy ez a klasszik jó csaj veled szemben, ez nekem kimaradt. Amikor tényleg imádkozol, hogy még ne hozd a lámpát. Ne hangos párgát is! Vagy tényleg két egyetemista csaj spinninggel veled szemben, és csak kiállsz, elszívsz egy cív. Na, ez már tényleg a filmforgatókönyv kategória. Nem a 4 spinninggel, 3 gában, háttal neked. A kis szobában 3 pedig astanga jogázik. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, amikor kiálltatok az erkére, és úgymond beleégett a retinátokba, kinek milyen kaland zajlik az ablakában, illetve pontosabban a vele lévő háztömbben, szomszéd udvarban, házban, erkélyen, vagy éppen a nagyszobában. Mit láttok, ha kinéztek? Jó? Ez a kérdés. Ki lát szappanoperát, ki látott már egy nagyon durva dolgot, ki az, aki minden este kukkol.
3:48 lesz pontosan. 4 perc múlva hello mindenkinek, jó reggelt. Arról beszélgettünk, hogy ha az embernek van szomszédja, panelházban lakik, társasházban lakik, vagy akár kertesházban is, kiállva az erkélyre, hát ha valaki nem elég óvatos és nem húzza el a függönyt, akkor ugye érdekes dolgokat láthat, érdekes dolgokat láthatunk, mert hogy egy londoni ház lakóit is érdekes látvány fogadta, egy középkorú nő órákon keresztül üldögélt fönt, anyaszült, mesztelenül széttárt lábakkal a háztetőn, majd kiderült, hogy hát ő, neki ez egy önkifejezési módszer, és így szeretné megmutatni, hogy mennyire exhibicionista. Így szeretette meg magát. Igen. És ugye kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ki mit látott már, ki mit lát esetleg a mai napig. Milyen folytatásos szappanoperának voltatok szemtanúi, amikor is kiálltatok az erkélyre, mert hát tényleg, tényleg sok ilyen van. Rengeteg SMS. Nem látom, csak hallom, ahogy egy anya a kamasz lányával üvölt, magát felhergelve, mindig hangosabban. A lánya pedig üvölt vissza, milyen anyám van nekem, milyen anyám van, aki Tunéziában ellopta a poharakat. Tolvaj. Tolvaj az anyám. Ha, Istenem, nálunk nem látni, hanem hallani lehet a szomszédokat. Volt ilyen eset, amikor ölték egymást, mert az ember előbb jött haza, és az asszonynál ott volt a szerető. Hallottam már repülő poharakat is a csukott ablakon keresztül. Mit látok, ha kinézek? A szomszédnéni rója a köröket a körfolyoson, elől félre gombolt otthonka, alatta mesztelenül, hátul 5 kockányi WC-papír lobog utána, és nem tudom eldönteni, hogy szóljak neki, vagy inkább nevessek. Félre tetszett gombolni a pongyolát, mégis mit mondasz neki? Igen, nehéz mit mondani. Mindenki odatódult az ablakhoz egy baráti társaságban, mondtam, hogy mindjárt kezdődik, a szemközi lakásban kigyúltak a fények, és egy pár minden pózt kipróbálva szexelt. Közben a barátaim elmondták, hogy minden péntek este 9-kor kezdődik a műsor. 9-kor kezdődik a... Náluk azért, azért mint a londoni hölgynél, szerintem bejátszik egy kis exhibicionizmus, és nem hiszem el, hogy nem pörgeti őket, hogy valószínűleg nézik. Hogy nézik őket? Lehet. Simán benne van. Halló, jó reggel! Halló! 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 Te vagy! Halló! Halló! Te vagy az, aki! Halló! Te vagy, aki! Halló, Péter, jó reggel! Ciao! Halló! Na, te láttál, vagy téged néztek? Hát engem néztek, én áldozat voltam, úgyhogy igen, kicsit furcsa volt, amikor a leányzó bejelölt Facebookon, és fogalmam nem volt, hogy ki ő. Ezért rákérdeztem, hogy onnan ismerjük egymást, és azt mondta, hogy hát gyakorlatilag én ő csehonnan, de hogy ő mindent tud rólam. Egészen konkrétan azt is, hogy tegnap vacsorára mit ettem, úgyhogy így elég érdekes volt a szituáció, hát akkor már egy kicsit poltadoztam, és addig fajult az egész, hogy mint kiderült neki, a párkányon van egy távcső, úgyhogy azzal minden este kukolt. Az azért nem gyenge. És szerelmes lett így beléd, vagy csak a kíváncsiság? Hát ezt így nem tudtam meg, nyilván a szimpátia így megvolt. Aztán én próbáltam így finoman csitítani a dolgot, mivel nem volt éppen álmaim nője. De csináltál valami olyat, amiért beléd szerethetett? Tehát járkáltál, mesztelenül jógáztál, főztél esetleg, egyszer tangában, a konyhában volt ilyen? Hát tanga nélkül, de főztem, igen. Tényleg? Mondjuk azt, hogy egy boxer alsóban főztem, az szerintem már egy nőnek éppen elég. Ja, és ő ezt végignézte a másik oldalról. Így van. Manapság az is, hogy egy pasi tud főzni, már azért is lehet, hogy felkapják a figyelmet. Hát igen, csak kukkolva ez még érdekesebb a másik oldalról. Persze, a másik nem tud róla, így van, tehát ez a lényeg. Nem voltam inkább ijesztő, mint izgalmas. Onnantól kezdve mondjuk húztam a sötétítőt, amennyire lehetett. Na pont ezt akarom kérdezni, nem volt függönyöd, vagy direkt hagytad elhúzva? Nem, hát a konyhában nem nagyon szoktam elhúzni. De hát onnantól ezzel elhúztam. De azért egyik barátommal megbeszéltük, hogy lehet, hogy csinálunk valami extrém meglepetést este, mondjuk egy 8 óra időpontban. Hirtelen elhúzzuk a sötétítőt és nyomunk egy táncot neki egyszer a sandrágba, de aztán elmaradt ez a produkció. Humák vagytok, hát mesztelenül kerülni a sogatjába. Az a kemény, igen. Köszönöm, hogy elmondtad. Hát, vagy jó, ha más figyel. Igen, az igen. Ciao, Péter, hello. Sziasztok, hello. A szemközti házban lakott Csip-Csip néni. Heti 7 nap, napi 7-8 órát takarított, majd néha rájött az 5 perc, és telitorokból üvöltve anyázott, szidott mindenkit, és mindent. Legtöbbször az ablakból kihajóba üvöltött. Egyszer rászólt a barátainkra a téren, tudom, hogy elloptátok a Csip-Csipeimet. Majd én adok nektek bűvész urat. Ezt Muka küldte nekünk. Adok nektek bűvész urat? Adok nektek bűvész urat, igen. Nálunk nagyon furák a szomszédok, kijönnek cigizni az erkére, és végignézik, ahogy aerobikozom kisgatyában, tobban, nagyon perverzek. Egy kétszintes ház tetőtéri lakásában lakom, 3-10 emeletessel szemben, ezt Anita írta nekünk. Hát azért aerobikozni kisgatyában, tobban, annyira nem perverzek. Nem.
Ami nem húzza el. Anita hát inkább igen. A maga mutogató, tehát nem a pasi a pervers, hanem a pervers. Te vagy az exhibicionista, hogy te tudod, hogy jönnek, és mégis tornázol. Nekem ez jaj, csak egy kis tobban, meg egy kis ötjával, ó, hát én csak tornázom. Nyilván tudod. Nekem ez bejön Anita, de azért. Igen, és minden este jönnek, és én minden este kell, hogy tornázzak. Néznek, és néznek. Igen, a nyaralásnál... A nyaraláson a szomszéd erkélyen 60 éves néni turista nő mesztelenül járkált, az érzés megfizethetetlen volt. Sergio Leona küldte nekünk. Felcseperedő gyermek voltam, aki élvezte, hogy végre feléri az ablakot, és kilát a nagyvilágra. Vigyázz, mit kívánsz! Egy emelettel alattunk szemben, ezen kora tavaszi, de napsütéses napon idős néni mesztelen kebleit sütette egyik oldalt, majd hegykén megfordította azokat. Azóta nem néztem ki az ablakon. Ah, nagyon jó. Azt mondja, egyszer kukkoltam egy ipari távcsővel, szemközti csaj széthúzta a függönyt, annak tükrében néztem magát súlyzózás közben, előtte az anyja teljesen mesztelenül port törölt. Hát ez aznap ilyen... csúnyán megfáztam annyit a tablakon. Ez egy exhibicionista család. Igen, felszabadult. Azért a mama, aki mesztelenül port töröl, az jó. Azt hiszem kifejezetten jó. Van még egy hallgatónk, Hello Imre, jó reggel. Sziasztok. Na, te mit láttál? Hát én régen alpinista voltam, és igazából az ott kötelező volt kukkolni mindenkinek, és így nyáron az egyik ilyen egyszerű úti négy emeletes háznak az ablakában voltunk, és hát félig el volt húzva így a függöny, és hát láttuk, hogy így mozog így a takaró, hát és ugye mindenki szólt a másik, hogy azon a gyertek, így ott lógtunk mind a cseret. Milyen tapintatosak, hogy egy irodaház volt, vagy emeletes ház, vagy irodaház? Emeletes ház. És akkor így beláttunk, és akkor ott lógtunk mind a szőlőfürtöd az abba a környéken, ott az idióta alpinisták, és közte csak így megállt a takaró, szépen ellebent és két pacákottan el voltak. Ez milyen? Bekopogtatok? Dehogy is, hát szaladtunk le a köztéről, mindenki jobbra-balra különböző ingerekkel küzdködött. De a srácoknak milyen durva lehetett, hogy csak kinéznek és azt látják, hogy hat ember ott lóg az ablakon. És nézzük, jönnek, mint egy tech kommandótól az ipari alpinisták. Mindenki megérkezik kötélre. Igen, ez szép. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Szívesen, sziasztok. Hello, hello. Faluni legcipőszekrényre szoktam felállni, hogy átkukoljak a szomszédba, ha veszekedést hallok, tehát azért szép. Tesz érte, hogy lásson. A legjobb az volt, amikor két 50-es éveivel járó házaspár egymásnak ugrott, és összeverekedtek. Nem tudtam hirtelen, kinek drukkoljak. Ezt Kata küldte nekünk. Azt mondja, hogy egyszer láttam a szemben lévő házban egy lány törölközőben, bement a szobába, majd kis idő múlva ledobta magáról, és mesztelenül járkált a lakásban. Jó, hát ez nagyon klasszik, szinte már közhelyszerű, igen. Tehát ilyet mindenki látott nyilván. Hát nem, te se láttál, meg én se láttam pont. Ugye, de te láttál részeget elaludnak, az hogy igaz, de hát a jó nő... És egy picit irigykedünk. Igen. Az is jó látvány, minden nap 8-kor megjött Géz, az elaludt a konyhapulton, igen. A szomszéd azt, hogy ordibál a férjével, veri 3-4 naponta. Anyázik, szígya szinte minden este, ahhoz képest, hogy tanár és vasárnap misére jár, elég keményen tolja. Hát ezt medve küldte nekem. Jóni is kell valamikor. Igen. Azt mondja, párom egy Friderikus műsor ihletésére, és ha ne próbálják ki otthon feliratra, megpróbált herével elhúzni egy asztali lámpát a köpenyővével. A tévében egy kamiont húzott az erőművész. Ekkor láttuk, hogy nincs behúzva a függöny, és a szembe szomszéd bámul az ablakon. Mert ez hogy van? Tehát fogod a kötelet, rákötöd a herédre. Igen, meg az asztali lámpára. És megpróbálod elhúzni. Hiszen a Friderikus úrnál épp az erőművész a kamiont elhúzza, tehát te is meg tudod csinálni. Hát csak te nem kamionnal, asztali lámpával. És átnézel, és volt ilyen egyébként, volt ilyen szifú Robert Lyons, Shaolin pap, egyszer azt hiszem pont a Friderikusnál akasztott föl a nemesebbik szervére egy súlyt, és ezt úgy csekkoltak, nyilván nem mutatták a tévébe, hanem alánézett a műsorvezető. Oh. Ott van, megvan. Oh. Jó, csak amikor ezt a szomszéd végignézi, az kemény. Igen. Igen. Azt mondja, hogy nekünk a szomszédban lakott egy idős néni, aki kiabált esténként apunak, hogy posta ne lopd az áramot. Közben verte az ablakát. Másnap meg azt mondta, hogy látta éjszak, amikor a kosárban adta el az áramot kilóra. No, ott, van is, ott is van baj, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.